Gyönyörű szép délutánt kívánunk innen mindenkinek a Tőkeportál kanapéjáról. Én már 35. alkalommal ülünk itt nagy örömmel és egyre növekvő örömmel, hogy beszámoljunk nektek a startup világ aktualitásairól és újdonságairól. És hát persze minden alkalommal elmondom, hogy különlegesen érdekes műsor lesz, de azt hiszem, hogy a mai az kiemelkedik az összes többi közül. Azért is, mert bemutatunk egy olyan programot, egy olyan műsorszámot, amit most csinálunk először, de biztos, hogy nem utoljára. Méghozzá azt, hogy különlegesen úgymond kezdő fázisban lévő vállalkozásokat is bemutatunk azért, hogy ők is felkészülhessenek majd a tőkegyűjtésre, akár itt a Tőkeportál platformján, akár pedig angyalbefektetőktől vagy kockázati tőkésektől. Ahogy azt beharangoztuk már hírlevelünkben, az AHA Brainstormral, a High Ventures-zel és a Drukkával együtt meghirdetett ötletversenyünk győztesei fognak itt vapicselni, és indítják el like-gyűjtő kampányaikat a Tőkeportálon. Úgyhogy aki gép előtt ülést nézi, annak ma javaslom is, hogy kapcsoljon át egy pillanatra a Tőkeportál weboldalára, és tekintse meg ezeket a kampányokat, miközben ide is fülel, félfüllel. Ez lesz a mai programunk harmadik része, az első blogban pedig, ahogy meg is hirdettük, elsősorban a COVID aktualitásait fogjuk bemutatni startupjaink és befektetőnk szemével. Itt ül velem két vendégem, az egyik a Török József kockázati tőke, szakértő és befektető, a másik pedig a Tüske Tamás, a Vidl, az egyik legsikeresebb magyar futár startupnak az alapítója. És Tamás, hát rögtön át is adnám neked a szót, nagyon örülnék, ha elmondanád, hogy kerültél egyrészt a startupok világába, hogy és miért alapítottad meg a Vidl-t, esetleg ha beszámolsz valami kezdeti nehézségekről, az itt különösen tanulságos, és a Covidra hogyan reagáltatok, és mi a tapasztalatod? Köszönöm szépen, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Fú, hogy sorban mindenre válaszoljak, az egy kicsit nehezebb. Maga, hogy hogyan kerültem a startup világgal kapcsolatban, az inkább ilyen családi kötődés, és az is inkább az, hogy én egy vállalkozó családban nőttem fel, apukám, anyukám vállalkozó, és akkor így nagyjából nem is tudtam, hogy másfajta foglalkoztatási forma létezik. És a Vidl-lel az egy kicsit különböző módon, nem mint alapító, hanem egy nagyon kicsivel az alapítás után szálltam be. Három, most én azt mondom, hogy kollégám, barátom, a Dani, Dóri és a Zoli alapította a Vidl-t, és nagyjából egy fél évre rá kerestek meg engem, hogy pont egy olyan fajta, vagy olyan kompetenciával rendelkező embert keresnek, mint én. És akkor így alapítottuk a maga a core csapatát a Vidl-nek. Hogy mivel is foglalkozik a Vidl? Az elsősorban a Vidl az egy csomagküldő startup, egy futárszolgálat, azaz mi egyéni, azonnal mozgósítható futárokkal hajtjuk végre az utolsó kilométeres kiszállítást, elsősorban logisztikai cégek számára. Olyan digitális megoldásokat használunk, mint például az útvonal optimalizálás, ezáltal lehetőségünk van pontos időablakot adni a címzetteknek, egy többszintes értesítési rendszert használunk annak érdekében, hogy a kézbesítés minél hatékony legyen, és a lehető legnagyobb ügyfélélményt hozzuk a címzettek számára. Hogyha pár szóban, hogy tényleg, hogy mit sikerült elérnünk, ugye 2017-ben alapítottuk a céget a High Ventures-el közösen, és ez alatt egyébként pont körülbelül a héten lesz meg az 500 ezredik csomag, amit kiszállítottunk. Nagyjából olyan 3000 csomagot szállítunk ki napi szinten, most már Budapest mellett 5 másik városban, Győrben, Székesfehérváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Debrecenben. Több száz futárral dolgozunk együtt, és amire nagyon szeretem kiemelni az, hogy ezeket a csomagokat mind valamely fenntartható közlekedési eszközzel szállítjuk ki. És Nóra, akkor a kérdésedre, hogy a jelenlegi pandémiás helyzet, a Covid hogyan hatott ránk, azt kell mondanom, hogy maga az elkereskedelemre egy iszonyatos növekedés, egy iszonyatos előrelépés volt, azaz nem is tudom, hány százmillió ember rendelt most életében először online,
Úgyhogy tényleg egy ilyen 30-40%-os elkereskedelmi növekedést látunk, ami egyébként ugye közvetlenül összefüggésben van maga a logisztikával, és így ebből nem csak az elkereskedelmi cégek, hanem a logisztikai cégek is profitáltak. Ezt látom nálunk is a cégnél, mi nagyjából egy 4-5-szörös növekedéssel megyünk így az egyik évről a másikra, talán azt tudom mondani, hogy valamilyen szinten a pandémiának is köszönhetően. Ami új dolgot vezettünk be, az egy kicsit inkább azt látjuk, hogy hogyan tudunk még jobban a címzetteknek az igényeihez formálódni. Ilyen volt például az, hogy bevezettük a digitális érintésmentes aláírást, azaz nem szükséges a készüléknek a futár applikációban aláírni a csomagot, hanem a küldemény átadásnál a címzet akár a saját telefonján aláírja a küldeményt, és így megtörténhet a küldemény átadása. Vagy például egy másik érdekes projekt, amit elindítottunk, így nagyon stílusosan nem Viddel, hanem Hozdel néven. A Hozdel pedig egy olyan szolgáltatási ága a cégünknek, ahol a Viddel futár nem csak kiviszi a csomagot, hanem be is vásárol a címzettek vagy a megrendelő helyet. Nem tudom, Nóra, nagyjából így körülbelül válaszoltam mindenre. Igen, körülbelül elmondtad egy kicsit, hogy úgy mondjam, újság cikk szagúan, vagy tankjön szagúan, de kicsit nagyon örülnék, ha elmondanád, hogy milyen volt a hangulat, amikor kitört a pandémia, tehát elrendelték a lockdownt, akkor mik voltak az első gondolataitok, és hogyan alakult ott a belső munka, meg mennyit dolgoztatok, hogy ezt hogy kell egy startup szemével, vagy lelkével elképzelni? Hát amikor először történtek a lezárások, akkor igen, először megijedtünk, hogy most ez hogy is fog alakulni, és mi is lesz. Ugye most így az előbb a pozitív dolgokat emeltem ki, viszont vannak olyan dolgok a negatív részről, ami egyébként a cégünket is érintette. Ilyenek például a tárgyalások, amik abszolút leálltak a pandémiás helyzetnek követően. És például éppen a kollégámmal, a Danival voltunk kint Romániában egy tárgyaláson, és akkor tört ki ez a pandémia, lezárások, meg attól is féltünk, hogy haza tudunk-e jönni. És ez amikor így hazértünk, és ott ültünk a repülőn, akkor így beszélgettünk, hogy tényleg most mi lesz holnaptól, hogyan fogjuk elképzelni az életet, hogyan fog ez hatni ránk, egyáltalán pozitívan vagy negatívan. És szerintem ugye, hogy egy startup az alkalmazkodik az adott környezeti tényezőkhöz, nagyjából mi is azt tettük, és azt néztük, hogy például van olyan címzet, aki nem akarja átvenni a csomagot, mert fél a futártól, fél a fertőzéstől, akkor kellett azzal reagálni, hogy egy digitális érintésmentes kézbesítést fejleszünk ki. Vagy láttuk azt, hogy rengeteg futár jelentkezik hozzánk, olyan futárok, akik elveszítették az állásukat, mert például a vendéglátásban dolgoztak. Akkor jöttünk ki a Hozdel ötletével, hogy hogyan lehetne ezt a hatalmas futárbázist még több munkát adni, és ezáltal is segíteni azokat az embereket, akik elveszítették a munkájukat. Úgyhogy én összességben úgy tudnám összefoglalni, hogy az elején volt egy ilyen megszeppenés, hogy jaj, mi lesz, de én azt gondolom, hogy a csapatunk nagyon-nagyon gyorsan tudott reagálni, mint ahogy talán egy jó startup, de szerintem József erről majd többet is el fog tudni mondani, mert én csak egyre látok rá. Hogy láttuk azt, hogy milyen igény van a másik oldalon, és a lehető leggyorsabban próbáltunk ezzel alkalmazkodni. Itt hoztál nekünk egy kis prezit, amit itt láthatnak is a nézők a streamben, ott kívülcskon vetítve, azért örülnék, ha pár dolgot még tényszerűen is elmondanál. Igen, ugye, ahogy mondtam is, hogy alapjavéve a szolgáltatásunkat Budapesten alapítottuk, Budapestnek így a belső kerületeit fedjük le, és több nagyobb céggel is, mint például az Express One-nal, vagy a Magyar Postával dolgozunk együtt, és nekik valósítjuk meg az utolsó kilométeren a kiszállítást valamely fenntartható módon. Azért nem eltitkolt szándékunk, hogy az öt vidéki város mellett az év végére azért további vidéki városokba, megyeszékhelyekre eljussunk, ezért is dolgozunk rengeteget most a csapatommal, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Ugye nagyjából körülbelül az 500 ezredik kiszállított csomagnál járunk, több mint több száz futárral dolgozunk, és amit
még így el szoktam mondani, meg ki szoktam emelni, az az a többszintes értesítési rendszer, akár a Facebook Messenger-es értesítésről beszélünk, vagy a Viddel platform segítségével, akár azonnal real-time tudod módosítani a kézbesítésnek az információját, akár hogyha lemaradt egy kapucsengő, vagy más címre kéred, vagy akár egy másik dátumot kéred, akkor ezek az információk automatikusan megjelennek a Viddel futárnak az applikációjában. Ez az a kézbesítési hatékonyság, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, valamint az, hogy ez a futárbázisunk, akikkel dolgozunk, azok nem tradicionális értelemben vett futárok, hanem olyan fiatal egyetemisták, olyan fiatalok, akik munkanélkülivé váltak így a pandémiás helyzetnek köszönhetően, akik igazából előtte nem futárkodtak, de hogyha a kezükbe adunk egy olyan applikációt, ami igazából megmondja, hogy mit kell csinálni, akkor igazából bárki, bármilyen előzetes futártapasztalat, illetve a városnak az ismerete nélkül futárrá válhat. Úgyhogy nagyjából igen, és a fenntarthatóság, amit mindig ki szoktunk emelni, és azt is látom, hogy a címzetteink értékelik azt, amikor egy elektromos rollerrel begurul egy futár, ezt nem szokták meg. Én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, úgyhogy nagyjából szerintem el is mondtam mindent, amit így a célra. Gratulálok, és akkor most terjeszkedés a cél tulajdonképpen. Igen, a terjeszkedés. Szeretnénk azt, hogy ez a fajta fenntartható kézbesítési modell egész Budapesten ki tudjuk terjeszteni, és úgy látjuk, hogy ez a fajta modell nagyobb városokban, megyeszékhelyeken nagyon szuperul működik, úgyhogy ez lenne a cél, igen, hogy minél több városba el tudjunk jutni. Oké, hát mindenkit biztatok, hogy itt a chatben, vagy akár élő szóban tegyen fel kérdést Tamásnak, hogyha van, a Viddelre vonatkozólag, még itt van egy kicsit velünk, de még egy kérdésem lenne zárszóként, hogy ugye te osztopos tagja vagy a győri startup életnek, erről pár szót mondjál nekünk. Igen, hogyha talán nem tudok így fogalmazni, hogy a Viddel az egyik gyerekem, akkor a másik a Startitap Egyesület. Ezt az egyesületet még 2017-ben hoztuk létre. Azért Győr, mert egyébként győri születésű vagyok, és nekem volt lehetőségem külföldön tanulni, utána külföldön dolgoztam, és amit láttam, hogy Angliában, Belgiumban egy nagyon jó kis innovációs élet, ökoszisztéma van kisebb városokban, és amikor hazajöttem Magyarországra, Győrbe első körben, akkor azt láttam, hogy itt nincsen olyan fajta fórum, ahol a kicsit egy az innovatívabb gondolkodású vállalkozók összejöhetnének, és akkor találtam rá pár most már tényleg jó barátomra, mint például a Diára vagy a Szabó Kriszre, akikkel együtt közösen akartunk ezért tenni, és egy egyesület formájában, egy ilyen non-profit egyesület formájában havi szinten rendezünk vállalkozó kedvű, mondom, a startuppereknek Startup Szerda néven meetupokat, vagy akár itt meg tudom említeni az Ideatont, egy ötletversenyt, ami egy háromnapos ötletverseny, amelynek keretében belül bárki egy ötlettel jelentkezhet, és egy háromnapos validációs, akcelerációs programon megy keresztül, aminek a végeredménye az, hogy egy szakmai zsűri előtt tudnak pitchelni. Ezt 2017-ben alapítottuk, ez alatt nem is tudom, 80-90 különböző eseményt szerveztünk több tízezer embernek, tök sok vállalkozás elindult a győri berkekben, úgyhogy igen, erre is másik oldalon nagyon-nagyon büszke vagyok. Gratulálok, és akkor így utat törtél, és példát is mutattál a győrieknek, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Mennyi dolgozol egy nap? Hát mikor, hogy? Próbálok kevesebbet, de azt tudom mondani, hogy ez a 8 órás munkaidő az nem biztos, hogy ránk így a Viddel csapatára így igaz. De volt olyan időszak, mi azt kell mondom, amikor még ennél is többet, most így egyre jobban felértékelődik az, hogy néha azért kell, hogy megvan az értelme a szombatnak meg a vasárnapnak, mert akkor sokkal többet tudsz csinálni a következő héten, de ettől függetlenül a 8 órát azt nehéz betartani még így is, és sajnos felfele megy. Hát igen, ezt ismerjük. Na, hát szuper, csak így tovább, és várunk vissza, akár a Startup Győr híreivel itt is nagyon szívesen felhangosítjuk. Köszönjük szépen. Ja, és akkor maradj még velünk, hogyha van hozzá kedved. Köszi szépen.
Itt van velem tehát Török Józsi, a Magyar Kockázati Tőke Élet Oszlopos tagja, aki régóta tolja itt a magyar... Köszönöm ezt a bemutatást. Igen, 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 de azért örülök, hogyha ennél részletesen megtudhatnánk egyrészt egy-két dolgot a pályádról, hogy kerültél a kockatőke világába, most hol tartasz, hogy látod a válsághelyzetet, és mesélj nekünk akkor a te specializációdról is. Jó, köszönöm szépen ezt a bemutatást. Én azt szoktam mondani, hogy válsághelyzetekhez kapcsolódóan szoktam általában a kockatőke világában feltűnni itt-ott. Amikor én először becsatlakoztam ebbe a történetbe, az éppen a gazdasági világválság vagy világgazdasági válságnak a csúcspontján volt, amikor azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne a magyar KKV-kat, a termelő szolgáltató szektort tőkeágon finanszírozni, mégpedig azért, mert láttunk olyan cégeket, akik tudnának menni előre, viszont a banki finanszírozást, gyakorlatilag a banki finanszírozási piac az halott volt, nem tudtak visszanemtérítendő támogatásokat igénybe venni, hiszen nagyjából a 2007-13-as időszak az lezárult, és ezeknek a cégeknek csináltunk egy tőkeprogramot, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy az első hazai KKV tőkeprogramot hoztuk létre még Széchenyi Tőkealap néven, és én ezt építettem 2020. januárjáig. Amikor is azt gondoltam, hogy akkor egy fél év alkotói szabadság az európai startup központoknak a körbejárása és inspirálódás fog az én életemben következni, hát erre a Covid adott egy csatornós választ valamikor február közepén, úgyhogy elkezdtünk másik irányba gondolkodni. És én így csatlakoztam a High Ventures csapatához 2020 júniusában, és 2020 őszén vettem át a Divat és Design Tőkealapnak a vezetését. És ez azért volt egy izgalmas feladat, mert ebben a témakörben mi azért 2012 óta fektetünk be. Tehát aki valamennyire ezt az iparágat figyelemmel követi, akkor azért az Abodi, a Vágóréka, az Éron, az Ágnes Kovács neve biztos, hogy mond valamit. Ahogy mond egyébként mondjuk a Platán Bútor, az mondjuk egy bútoripari vállalkozásunk volt, a Nextart Galéria, de hogyha nem saját magunkat akarom megemlíteni, akkor a Use & Use vagy a Nanuska sztoria is nagyjából ezekben az időszakban indult. És azt láttuk a 2010-es évek közepén, hogy azért ez egy olyan iparág, ami picit másféle gondolkodást igényel, kicsit máshogy kell meghatározni azokat a mérőszámokat, amit kockázati tőke befektetőként egy hagyományosabb iparágba, vagy egy IT-ba, vagy egy biotechbe számolunk. És van az egésznek egy olyan sztoria, hogy nagyon nehéz matematikailag leírni, nagyon nehéz jó mérőszámokat beletenni. Van benne egy olyan ismeretlen az egész képletben, amit kívülállóként én nehezen tudok eldönteni, hogy egy brandből hogyan lesz siker, vagy éppen hogyan lesz csúfos bukás. Ugyanakkor megvannak azok a tapasztalatok és azok a nemzetközi benchmarkok, amiket alkalmazva azért el lehet azt képzelni, hogy hogyan építhetjük fel ezt hosszú távon, és a hosszú táv alatt itt azt gondolom, hogy a kockatőke világában megszokott 4-5 év helyett én inkább 8-10 évet mondanék. Nagyon ritka az, amikor egy brand, vagy éppen egy design cég, vagy a kreatív iparnak bármelyik része 3-4-5 év alatt befut. Nem lehetetlen, de azt látjuk, hogy itt inkább az iparági átlag az ilyen 8-10 év szokott lenni. Úgyhogy ez a kihívás az, ami megtalált engem tavaly ősszel, és azóta ezt építjük. És itt a válságban tudsz olyan példát mondani, hogy egy kreatív ipari vállalkozás hirtelen nagyot tudott nőni? Ugye itt most előtted volt a Lidl, aminek nyilván sokkal evidensebb, hogy ez egy konkrét helyzet. De egyrészt hogy élték meg, nyilván jól ismered őket személyesen is, hogy élték meg a tervezők, dizájnerek ezt a helyzetet, mennyire estek kétségbe, vagy ki volt az, aki valahogy rá tudott kapcsolni, és még jót is tett neki, akár ugyanúgy ez a pandémia. Ez nem olyan evidens. Szerintem. Nem, én azt gondolom, hogy a mackónadrág készítők azok mindenképpen egy nyertesé voltak ennek a történetnek, mert ugye gyakorlatilag mindenki behúzta a vészféket. Gyakorlatilag azzal, hogy az egész világ leállt egy pillanatra, és ugye ilyenkor az ember a költéseinek mindig azt a részét vágja vissza, ami nem szükséges. Nagyon sok tervező panaszkodott arra, hogy egyébként az értékesítése leáll, a showroomjainak nincsen látogatása, és ezzel párhuzamosan viszont azok a cégek, akik mondjuk online értékesítésben erősek voltak, azok még inkább tudtak erősíteni, és akkor itt visszacsatlakoznék Tamásnak a gondolatára. Tehát, hogy az azért nagyon kiderült az elmúlt egy évben, hogy aki az online térben jelen van, aki egy jól működő webshopot üzemeltet, ehhez egy jó szolgáltatást, egy jó delivery oldalt meg tudott, vagy ki tudott építeni, annak azért versenyelőnye van. És igaz, hogy a mi iparágunk az kicsit olyan, hogy ezeket a dolgokat jó előzetesen megfogni, oda menni, érezni.
Azonban ez kevésbé vevő oldalon, hanem inkább majd a gyártói oldalon lett probléma. Ugyanis azért azt megszoktuk az elmúlt évben, hogy mondjuk neten rendelünk cipőt, ruhát, vagy éppen egy ilyen otthoni design tárgyat, vagy éppen bútort. Tehát ebbe ez nem jelentett újdonságot a pandémia alatt. A gyártóinknak, meg a tervezőinknek jelentett az újdonságot, hogy mondjuk nem tudnak elmenni egy nemzetközi kiállításra, hogy azt a kapcsolatrendszert, amit ők felépítettek, nem tudják jól működtetni. Problémát okozott mondjuk az alapanyagszállításban az, hogy nem működött a nemzetközi kereskedelem egy pár pillanatig, hogy nem tudtak kimenni mondjuk a legújabb alapanyagokat megfogni, elkezdeni vele gyártani. Tehát ilyen jellegű problémák voltak, illetve hát az, hogy alapvetően ugye minden egyes gazdasági válságban vannak vesztesek a vásárlói oldalról, és ez a vásárlói réteg egyszer csak elkezdett nem költeni. Vannak rá statisztikák, hogy a divatipar egy nagyjából 20-30%-kal eshetett vissza az elmúlt egy évben európai szinten. A kreatív ipar az mondjuk még nagyobb arányban az egy ilyen 40%-os visszaesést hozott. Mégpedig pont azért, és ugye ezt láttuk a 2008-2010-es válságban is, hogy amikor elkezdjük levágni azokat a költségeket, amikre nem feltétlenül költünk a fennmaradáshoz, akkor az jelentkezik akár a mi cégeinknél is. Jól sejtem esetleg, hogy a tervezők agyát ez a válság esetleg még inkább a fenntarthatóság irányába fordítja. Ugye nagyon sok számot hallunk most, hogy a textilipar a világ, azt hiszem, hogy harmadik legszennyezőbbnek minősített iparága. Hogy éled ezt? Mert akár válságtól függetlenül, vagy most itt ebben, hogy még azért tudatosabbá válhattunk szerintem, hogy a világunk mennyire törékeny, és mennyire kell rávigyázni, nem csak a vírus, hanem a felerősödő globális felmelegedéstől, stb. Elkezdve, aminek egyre nagyobb teret ad a sajtó is szerencsére, hogy látod, hogy formálódik-e ez akár az egyes vállalkozások szintjén is, tehát váltanak-e stratégiát? Nagyon jó kérdés. Ugye önmagam bemutatásában azt kihagytam, hogy az első klímavédelmi tőkelap létrehozásában én nagyon aktív szerepet játszottam még az előző munkahelyemen, és én azt gondolom, hogy a fenntarthatóság az a másik olyan téma, amivel én napi szinten elég sokat foglalkozok, és azzal, hogy a divatipar vagy a kreatív ipar és a fenntarthatósággal egyszerre lehet foglalkozni, ez egy ilyen egész jó párosítás. Amit te mondtál, hogy a divatipar az egyik legnagyobb szennyező, ezzel teljes mértékben egyetértünk, és nem csak az anyaghasználatban vagy az alapanyag használatban, de például az ellátási láncban is. Én azt gondolom, hogy ma az a tervező, az a designer, aki nem foglalkozik a környezeti fenntarthatóság problémájával, az nem tud a piacon lenni. Ahogy mondjuk 10 évvel ezelőtt a fejekben megjelent a társadalmi felelősségvállalás, és gyakorlatilag kiköveteltük a cégeken azt, hogy ezzel foglalkozzanak, úgy a következő 3-5 év arról fog szólni, hogy kiköveteljük a kreatív ipari cégektől azt, hogy a környezeti fenntarthatósággal foglalkozzanak. Én azt gondolom, hogy ez ma egy ilyen kötelező minimum, de ez nem elégséges ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Találkoztunk olyan céggel, aki úgy jött hozzánk, hogy ő a Unixelig pontjának azt jelölte meg, hogy ő fenntartható alapanyagokkal foglalkozik, vagy hogy azt használ. Tök jó, de ez ma már nem elég. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen alap dolognak kell lenni, hogy környezetileg fenntartható módon gyártunk, szerzünk be alapanyagot. És én azt gondolom, hogy például az ellátási láncok rövidülése az egy olyan dolog, ami hozzá fog járulni a kreatív iparnak, a ökológiai lábnyomának a csökkentéséhez. Ugyanígy hozzá fog járulni, hogy ha évente nem hozunk ki több modellt, vagy nem hozunk ki több kollekciót, és a több alatt most azt gondolom, hogy ugye a szokásos két kollekció mellett, hogyha ezt nem növeljük a végtelenségig, és nem folyamatosan jövünk ki új darabokkal, akkor ez szintén csökkenteni fogja az ökológiai lábnyomunkat. Hogyha az egyébként üzleti világban is elindult gondolkodást, hogy nem kell minden egyes másfél órás tárgyalásért mondjuk elrepülnünk Berlinbe vagy Brüsszelbe, hanem Zoomon, online meg lehet oldani, és létrejönnek azok a hibrid események, amelyek által nem a fél életünket utazással töltjük, ez megint csökkenteni fogja a lábnyomunkat. Tehát én azt gondolom, hogy igenis jelen van a kreatív iparban, a divatiparban nagyon-nagyon jelen van a fenntarthatóságra való törekvés, és ezt a vásárlók is be fogják hajtani. Főleg az a fiatalabb generáció, aki ezt úgy éli meg, hogy ez az életének része, és aki mondjuk a klímavédelem vagy a fenntarthatóság szempontjából egy nagyon érzékeny vásárlóréteg. Szuper, akkor van remény.
arra, hogy a fejekben is, és a tervezőkben is, az asztalokon is, és a gyárakban is azért tud változásba állni, ami a földünk fenntarthatóságát, az ökoszisztéma fenntarthatóságát szolgálni tudják. Én azt gondolom, hogy ez a következő pár évben nagyon gyorsan végig fog söpörni a teljes ellátási láncon. Szuper. Hát nagyon örülnénk neki, hogyha majd valamikor behoznád a portfólió egyes elemeit, és itt akár bemutatkoznának a nagy közönségnek is, hogyha legyen a fejetekben, hogyha van a HFTA által portfólió cégeinek olyan mondani valója, amit a kanapé közönségére is számít akár, vagy bemutatkozna, akkor nagy örömmel látjuk itt őket. Jó, én teljes mértékben támogatok egy ilyen történetet. Ugye a legelső befektetésünk az nagyjából egy éve van a portfólióban, tehát én azt gondolom, hogy várjunk még egy kicsit. Ja. Nézzük meg, hogy kik azok a cégek, akik egy jó indulás után egy biztató folytatást ban reménykedhetnek, és akkor utána nagyon szívesen. Oké, így legyen. Köszi szépen. Én is köszönöm. Na, hát a következő versenyzőnk, a Kovács Péternek adnám át a mikrofont, aki bemutatná az Iponnovation versenyt, amiről már hírt adtunk a hírlevelünkben, illetve nagyon röviden már egyszer itt be is mutattuk. Hát örülnék, hogyha a fenntarthatóság kérdését egy kicsit taglalnátok a bemutatkozásotokban, hogy a versenyeteken belül esetleg ez az üzleti modell, elem, ez mennyire lesz értékelve majd. Parancsolja, Péter! Köszi szépen, sziasztok! Igen, igazából ez a projekt, amit nem is én fejtenék ki részleteiben, hanem Hagymási Balázs és Wittmann István, akik szintén itt vannak velünk, Balázs az IPON és István a HRP képviseletében. Tulajdonképpen egy olyan exkluzivitást és tőke igényt nem igénylő lehetőség startupok számára, ami kifejezetten a piacra lépést tudja segíteni, már olyan startupok számára, akik piackész termékkel vagy szolgáltatással rendelkeznek, és ennek mi tulajdonképpen a szakmai megvalósító partnerei vagyunk, és én kimerem jelenteni, hogy ez a világon is egy egyedülálló dolog. Viszont itt át is adnám a szót szerintem először Balázsnak, hogyha egy kronológiai is így ismertük meg egymást, ő pedig majd passzolja tovább talán Istvánnak a mikrofont virtuálisan. Balázs, kérlek, folytasd az eszmefuttatást. Szervusztok! Köszönöm a rövid bemutatót, Péter. Szóval az Iponnovation gyakorlatilag az ötletünk az szerintem tavaly kezdett el megfogalmazódni bennünk, amikor is részesei voltunk a tavalyi Startup Safarinak, és nagyon megfogott minket ez az egész közeg, és gyakorlatilag azóta gondolkodtunk rajta, hogy tudnánk szerves részesei lenni, és értékes részesei ennek a közösségnek. Megvizsgáltuk azt, hogy mi az, amit mi képviselünk jelen pillanatban a magyar B2C piacon, kereskedelmi szempontból, és mi az, amit ebből, mi az a rész, amit meg tudunk nyitni esetleg startupok számára. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, agyaltunk Petivel és kollégákkal, és így született meg a Novation koncepció, amiben gyakorlatilag, ahogy a Peti is mondta, startupoknak a piacra lépését szeretnénk elősegíteni. Gyakorlatilag Magyarországon éves szinten több mint 12 millió userünk van, tehát elég jól le tudjuk fedni a B2C piacot, és ennek segítségével úgy gondolom, hogy viszonylag egyedülálló lehetőséget tudunk adni akármilyen startup részére. Hogy jött ki ez a 12 millió? Hát ez a 12 millió egyedi látogatónk van. És éves szinten. Ők mennyire, mesélj egy kicsit arról, hogy mit nyújtotok ti a látogatóitoknak, tehát az üzleti modelletekről, nem csak a verseny kapcsán, hanem akkor örülnénk, hogyha mögött álló vállalkozásról is megtudhatnánk többet. Alapvetően mi 2004-ben a teljes mértékben a számítástechnikával indultunk, és mostanra eljutottunk oda, hogy a számítástechnikából elindultunk egy ilyen webpláza felé. Tehát a Magyarországon a legnagyobb szereplőkkel például, most muszáj megemlítenem a konkurenciát, az Emaggal és az Alzával versenyzünk itthon. Gyakorlatilag hasonló az üzleti modellünk, mint az övék. Abból a szempontból teljesen más, hogy teljes mértékben magyar tulajdonban van az IPON.
gyakorlatilag konzumer elektronika, és igazából ez volt a kiinduló pont, de most már én nem is tudom, még néha én is meglepődök, jelen pillanatban több mint 160 ezer aktív termékünk van, amit árulunk, és naponta én is meg tudok lepődni, hogy új termékek jönnek szembe. A saját platformodon úgy felkéreckednek? Igen. Ja, tehát akkor ezt már nem te kontrollálod, hogy mit árultok. Hát 160 ezer terméket, hogyha én fejbe tudnék tartani, akkor vagy valami Isten adta képességem lenne, vagy valami, nem tudom, hát lehet, igen, hogy robot lennék. Igen, ez jó, de valóban így van. És akkor, hogyha jól értettem a versenynek a lényegét, itt főleg azt akarjátok biztosítani, hogy az általatok felkarolandó startupoknak piacot biztosítotok, tehát az lesz a versenynek a lényege, hogy ők számukra a legfontosabb problémák egyikében a piacra jutásban jelentős segítséget kaphassanak, ugye? Te jól értettem? Ez hogy fog kinézni a valóságban? Teljes mértékben, valóságban ez úgy fog kinézni, hogy reményénk szerint három, a program végére három olyan startup marad, a három győztes, amiből a kettőtnek, mint marketing, mint sales, minden gyakorlatilag, amiben mi jók vagyunk, azt a magyar piacon teljes mértékben meg tudjuk adni, illetve egynek, aki a fődíjra lesz majd jogosult, őket meg szeretnénk méretni nemzetközi piacon is, ugyanis ott vagyunk Romániában, Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában, és hogyha minden jól megy, akkor nyártól már Németországban is. Úgyhogy egyet mindenképpen szeretnénk a nemzetközi piacra is kivinni, és ott is megmutatni, próbára tenni. Értem, szuper. Itt van még velünk Wittmann István is, aki szintén a társatok. Mondasz, kérlek István, magadról pár szót? Hogyne, szép délután szeretnék én is mindenkinek kívánni. Wittmann István vagyok, és mint beszerzési igazgató dolgozom a HRP Europe Kft-nél, ami egy 28 éve működő IT disztribúció a magyar piacon. És igazság szerint, amikor jött ez az ötlet, hát ez az, amire azt mondják, hogy instanton, vagy igen, tehát nagyon örültünk a felkérésnek, és egy ilyen friss gondolat érkezett, mert az az igazság, hogy a napi munkánk során ugye folyamatosan keressük a gyártókat és a gyártóknak a különböző termékeit, amivel egy kicsit meg tudjuk magunkat különböztetni a piacon, illetve nagyon fontos az időzítés. Ugye itt most egy elég érdekes világot élünk, és ugye szóba került a pandémia, de amikor ez az egész ugye vírus helyzet kitört, ilyenkor ugye az üzleti szférában mit csinál az ember, megpróbálja kitalálni, hogy mi erre a megfelelő reakció, mit kéne erre. Tehát, hogy milyen üzletágnak fognak rohamosan ugye növekedni, illetve, hogy milyen üzletágakra lesz esetleg negatív hatással. És ez nagyon érdekes helyzet, mert most is ez történt, hogy ugye egyes termékvonalak, gondolunk itt a home office környezetre, ugye fölrobbantak, beszélünk itt a notebook piacról, de akár a konzol piac. Tehát minden olyan IT, illetve szórakoztató elektronikai eszköz, amivel az ember a hétköznapokban otthoni környezetbe körbeveszi magát. De ugye beszélhetnénk az IT infrastruktúráról is, hogy az emberek, ugye, vagy a KKV-k ugye nem álltak erre készen, hogy hirtelen a alkalmazottaknak a 70-80%-a ugye home office környezetbe kényszerül, és ezért ugye itt a szerver és a VPN-es kapcsolat alapításához ugye ezt az infrastruktúrát ki kellett építeni. De beszéltünk olyan üzletágakról is, ami ugye például negatívan érintett, ugye el lehet mondani, hogyha mondjuk beszélünk az akciókamerákról, hát sajnos nem a fürdőszoba és a nappali között készülnek a legjobb extrém sportos videók, szóval erre mindig rá kell érezni, hogy mi a piaci trend, és próbáltuk ezt követni. De beszéltünk most ugye a termékekről, hogy ez miért fontos nekünk, de én akarok egy pár szót ejteni inkább a személyiségekről. Tehát szerintem az egyik legfontosabb a startup világban, vagy amit én legfontosabbnak tartok, az az adott személyiség, vagy a személyiségek, akit ezen a kezdeményezéssel megismerhetünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon bátornak kell lenni ma ahhoz, hogy az ember belevágjon egy ilyen jellegű vállalkozásba, és rettenetesen jó látni, hogy mennyire motivált emberek vannak, és azt szeretnénk látni, hogy
az adott jelentkező, mi ezt hogy tudjuk beilleszteni a saját portfóliómba, és tulajdonképpen az adott személyiségeket, hogy mennyire bátrak, és tulajdonképpen mennyire tudják magukat eladni, vagy az adott terméket, amiben hisznek, vagy szolgáltatást, amit úgy gondolták, hogy belevágnak és startupot alapítanak vele. Szuper! Teljes mértékben egyetértünk, ugye szinte legtöbb. Nagyon gyakran halljuk, és egyáltalán nem véletlenül. Néha kicsit banálisan hangzik, de valóban erre van szó, hogy azon fog múlni a startupok sikere, hogy ki áll a startup ötlete mögött, ki az a csapat, aki tűzön, vízen át megvalósítja az álmát. Nem mindig csak arra vár, hogy majd, ha minden körülmény optimális lesz, na majd akkor, hanem ha esik, ha fúj, ha cigány gyerekek potyognak az égből, ha pandémia van, ha nincs, akkor is megcsinálja. Majd mindjárt lesz erre egy élő példa, itt aki közben megérkezett és leült mellém, ha erre egy nagyon jó példa lesz, de addig is még visszaadom Péternek a szót, hogy itt a versenyt még egy kicsit promotálhassa. Igen, igazából csak röviden egy ilyen kontextus lezárós kör, hogy azért még nem lett kimondva, hogy a HRP itt, ez gondolom azért érezhető volt alapvetően, a B2B oldalt hozza be abba a csomagba, amit nyerni lehet, tehát a HRP-nek több mint 3000 partnere van, abból egy az IPON. Tehát az, aki az a három nyertes, az nem csak ezt a B2C oldalt fogja nagyon erősen megkapni, a B2B oldalt is. Egyébként linket beraktam ide a chatbe, ez a novation.ipon.hu, ott minden részletesen le van írva, a jelentkezési határ egyébként az június 20-a, és egy 17 fős független zsűri fog egyébként egy ilyen előzetes döntést hozni, aminek egyébként Nóra is a tagja, áruljuk el ezt a titkot, és van egy különlegesség ennek a zsűrinek, ez az első olyan startup zsűri Magyarországon, ahol a nők dominálnak. 17 zsűriből 15 hölgy, és nagyon-nagyon okos hölgy fog döntést hozni, úgyhogy még egy dolog, hogy nem csak termékek, de akár szolgáltatások is szóba jöhetnek egyébként. Egyetlen nagyon fontos szempont, hogy olyan ötletek, vállalkozások, startupok jelentkezését várjuk leginkább, akik már piackészek. Tehát ha valaki még csak ötlet szinten jár, ő nem fog tudni ebben a dologban nyerni. Legalább egy működő prototípus az már kell, hogy legyen, akár szolgáltatás esetében is, őnekik lesz esélyük ezt, meg ők tudják majd kihasználni ennek a lehetőségét. Oké, szuper. Versenyre fel, linket megosztottuk. Hírlevelünkben is utána lehet nézni, úgyhogy nincs más hátra, mint bátran előre. És akkor bemutatnám, mellettem ül Márterényi András, aki az egyike azoknak, akik mindenáron megvalósítják az álmaikat, és azt hiszem, hogy most már egy olyan országos sikerről számolhat be. Hát nem itt fog erről először beszélni, mert most már jelentős sajtót kapott a WebShippy. Parancsoljál! Köszönöm szépen, sziasztok! Köszi, Nóra! Köszi a lehetőséget, hogy itt lehetek. Mi a kérdés? Hol nagyon kezdjem? Örülnék. Annak azzal kezdenénk, hogy honnan is kerültél a startupok világába. Hogy kezdted itt a vállalkozósd? Itt mikor jöttél rá, hogy ez a pálya, amin te végig fogsz menni? Ezt mindig oda szoktam visszatekerni, hogy az első momentum az volt, amikor nem vettek fel az állatorvosi egyetemre, és nem lettem állatorvos, mint az édesapám. Ellenben 2 évet dolgoztam az állatorvosi egyetemen, aminek hála megtanultam macskát herélni. De ennyi volt gyakorlatilag az alkalmazotti karrierem, illetve igazából ezt követően nagyjából másfél évig dolgoztam webgrafikusként egy reklámügynökségnél, és ott már viszonylag fiatalon azt éreztem, hogy ez nem nekem való, hogy megmondják, hogy mit kell csinálni. Nagyon magabiztos voltam, kicsit túl magabiztos is, de gyakorlatilag akkor volt az, amikor 2000-2001 környékén felálltunk, két barátommal összeálltunk, és megalapítottuk az első cégünket. 20 évesen ez volt az Insomnia reklámügynökség. Gyakorlatilag innen indult a vállalkozói karrier, ami aztán egyébként egy egész jó irányon haladt végig, egész jó irányban mentünk végig. Tulajdonképpen egy 8-10 éven keresztül reklámszakmában dolgoztam, és alapvetően felépítettük hát egy akkori magyar tulajdonban lévő ügynökség közül az egyik legnagyobb ügynökséget építettük fel. Ez egy 50 fős cég volt akkor, amikor én tulajdonképpen 28 éves korom környékén megcsináltam életem első exitjét, és eladtam a tulajdon részemet ebből a cégből. Igen, de ők még továbbra is állnak, és rajtad kívül ugyanaz a tulajdonosi kör?
Abszolút. Hát jó. Hárman voltunk tulajdonosok, gyakorlatilag hárma-három fele mentünk, de az egyik srác tartotta meg a fő tulajdon részét, és valóban a mai napig működik pont itt szembe a Kossuth téren van az irodalom. Igen, igen. És te azért adtad el, mert akkor már másba akartál fogni? Ez nagyon érdekes nekem. Akkor volt egy olyan gondolatom, hogy nagyon jó vállalkozónak lenni, csak alapvetően az ember elkezd vállalkozni, akkor egy szép napon arra ébred rá, hogy saját maga főnöke és saját maga rabszolgája. Gyakorlatilag egy reklámügynökség az nem az a modell, amire azok az emberek vágynak, akik azt szeretnék, hogy szabadon éljenek. Gyakorlatilag egy ügynökségben te a saját idődet adod el, és én azt éreztem akkor, hogy szeretnék valami olyan skálázható, akár anyagi függetlenséggel összekötött bizniszt építeni, vállalkozást építeni, ahol ha én nem megyek be dolgozni, akkor is termelődik az árbevétel. Ez nagyon érdekes dolog. Akkoriban olvastam Robert Kiyosakinek a könyveit, Cashflow négy gazdag papa, szegény papa. Ezek ilyen alapművek, ugye, meg Tim Ferrissnek a 4 órás munkahét, amiből mind az jött le, hogy alapvetően lehet olyan vállalkozást építeni, amiben te nem vagy saját magad rabszolgája. És gyakorlatilag ez motiválta az utána következő időszakot is. Itt volt néhány év startupokkal töltött próbálkozások időszaka, amikor egy turisztikai mobil applikációt próbáltunk építeni. Itt, hát hogy is mondjam, a siker az kevesebb volt, de a tudásszerzés, a tapasztalatszerzés az még több. Végül is 3 évig építettük ezt a sztorit, de a végén lezártuk kvázi sikertelenül, mert nem volt jó az üzleti modell. És nekem ezt követően jött az online kereskedelem, aminek gyakorlatilag a szerelmesévé váltam. Miért? Azt éreztem, hogy valamit szeretnék csinálni, ez nagyon-nagyon prózai volt. Azt éreztem, miután ez a startup, ez bedölt, gyakorlatilag nagyon mélyre kerültem. Azt éreztem, hogy beletoltam nagyon sok energiát, 3-4 évet beletoltam egy olyan vállalkozásba, ami aztán sikertelen lett, és ez egy borzasztó kudarc élmény volt. Egyrészt anyagilag is lenulláztam magam, másrészt pedig emberileg is teljesen a padlóra kerültem, és azon gondolkodtam, hogy mi legyen a következő lépés, hogy fogok én tovább menni. És arra jöttem rá, hogy alapvetően viszonylag egy olyan dolgot kell találni, egy olyan modellt kell találni, ahol egész egyszerűen a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb pénzt lehet keresni. És elkezdtem gondolkozni, hogy gyakorlatilag mi az a legegyszerűbb modell, ami ezt eredményezi, és tulajdonképpen a kereskedelem volt, ami akkor eszembe jutott, hogy gyakorlatilag amióta a világ, a kereskedelem az mindig is működött. Mindig is arra alapult minden. És azon gondolkodtam, hogy az én életemmel ez hogy hozható egy közös nevezőre, és gyakorlatilag ugye a marketinges, meg ez a technológiai háttér, ami bennem megvolt, ez gyakorlatilag az online kereskedelem irányába terelt el, és gyakorlatilag elhatároztam, hogy az online kereskedelemben akarok tudatosan, abban akarok dolgozni. Semmi elképzelésem nem volt még akkor, hogy egyébként én milyen terméket fogok árulni, vagy hogy fogok ebben elindulni, csak annyit tudtam, hogy egy webshopot szeretnék. És tulajdonképpen akkor találkoztam ugye véletlenek nincsenek, találkoztam egy régi ismerősömmel, aki mondta, hogy pont el akar indulni egy márkát behoz Ázsiából, aminek ő lesz a márka képviselője, viszont az onlinehoz abszolút nem ért, én pedig mondtam, hogy hát akkor egyértelmű, hogy együtt kell elindulnunk. Így indult az egész online kereskedelmi karrier. És amikor hogyan jutottál a webshipi ötletéig el? Amikor valaki belevág egy online vállalkozásba, illetve egy online kereskedelmi vállalkozásba, akkor ezt úgy képzeli el, hogy gyakorlatilag kiválaszt egy terméket, az föltölti egy webáruházba, nyilván bérel valami egyszerű webshop motort, majd gyakorlatilag felteszi a lábát egy fotelben, ölében a laptop, és csak nyomogatja a Facebook marketing kampányokat, és jön a bevétel. Senki nem felejti el, hogy amikor, vagy legtöbben elfelejtik, hogy amikor ez elkezd beindulni, és elkezdenek igazán megnőni az eladási számok, akkor itt gyakorlatilag egy elképesztő mennyiségű logisztikai teher zúdul rá az emberre, és gyakorlatilag ezzel találkoztunk mi is. Nem gondoltuk, hogy az, hogy egy terméket belerakok egy dobozba, mellé rakok egy számlát, meg egy futárcímkét, az egyébként ennyire bonyolultá tud válni egy idő után, de amikor elértünk havi 4-5 ezer rendelésig, akkor azt éreztük, hogy az egész ez ránk szakad, és tulajdonképpen belefulladtunk ebbe az egész logisztikai háttér műveletek sorába. És azon kezdtünk el gondolkodni, hogy mi lehet erre megoldás, hogy csinálják azok a sikersztorik, amikről olvasunk külföldi blogokon, amerikai szájtokon, amikor azt írják, hogy nagyon egyszerűen ennyi és ennyi hónap alatt ilyen és ilyen sikert értem el, mégis hogy oldják meg ezt? És gyakorlatilag akkor találkoztunk először a kiszervezett logisztika fogalmával, ugye más néven order fulfillment, ami gyakorlatilag pont arról szól, hogy egy cég, egy logisztikai vállalat beáll mögéd, és te gyakorlatilag webáruház tulajdonosként egyáltalán nem kell, hogy foglalkozza az áruházat fizikai megvalósításával. A terméket tárolását, a csomók összeszedését, ezt mind kiadod egy olyan cégnek, aki ebben profi. És nagyon megörültünk, mert úgy éreztük, hogy igen, hát akkor megvan a megoldás, akkor már csak meg kell találni azt a kiszervezett logisztikai céget, aki átveszi tőlünk ezt a sok nyűgöt, és akkor eszméltünk rá, hogy gyakorlatilag Magyarországon nincs olyan cég, olyan fulfillment cég, aki a tipikus amerikai mintára vett, modern, digitalizált fulfillment cég
szolgáltatási szintjét nyújtotta volna. És hát ha nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, ugye. Nekünk egyetlen egy célunk volt, hogy a saját problémáinkat megoldjuk. Azt éreztük, hogy a különböző technológiai rendszerek közötti adatintegrációk, adatáramlás, a futárcégekkel, az online számlázókkal, a készletező rendszerekkel történő bajlódás, ez gyakorlatilag az összes energiánkat elviszi, és ezekre szerettünk volna valami megoldást. Elkezdtünk fejleszteni valamit, amivel gyakorlatilag leegyszerűsíthetjük és automatizálhatjuk ezeket a folyamatokat. És gyakorlatilag így jött az egész, saját problémánkat akartuk megoldani, és elkezdtünk fejleszteni egy szoftvert, ami ebben a segítségünkre lesz. És pár évvel később a WebShipi piacvezető fulfillment cégén nőtte ki magát Magyarországon. Ez mit jelent ez a pár évvel? Mikor indult ez egész pontosan? Gyakorlatilag 2015-ben kezdtünk el online kereskedelemmel foglalkozni, és 16 tavaszán már tudatosan kezdtük építeni egy fulfillment szoftvernek az alapjait. Ugye itt az a nagy különbség, hogy más cégek, akik hasonló szolgáltatást nyújtanak, ők pusztán fizikailag végzik ezt a tevékenységet, fizikailag átveszik a webshopoktól ezt a tevékenységet, mi pedig egy teljesen új, egy teljesen technológiai oldalról közelítettük meg ezt a problémát, és olyan dolgokra is megoldást adtunk a webshopoknak, amikre mások ugye nem tudtak. És ez gyakorlatilag 5 év leforgása volt, ami alatt ugye folyamatosan fejlesztettük ezt a szoftvert. Ugye mai napig gyakorlatilag mi inkább technológiai vállalatnak mondjuk magunkat, mint logisztikai cégnek, ami nagyon érdekes, amikor megérkezel egy közel 10 000 négyzetméteres logisztikai központhoz, és mégis itt azt mondják, hogy mi egy tech startup vagyunk. De mégis a mai napig az, ami igazán a hatékonyságunkat okozza, az a technológiai fejlesztés, illetve az a know-how, amit beleraktunk ebbe az egészbe, és ami ma a WebShipi termék tulajdonképpen. Hát gratulálunk, most még a befektetőidről mesélj egy kicsit. Az első évet az gyakorlatilag saját magunk finanszíroztuk, és úgy oldottuk meg a növekedést, és gyakorlatilag az első évünk végén leültünk beszélgetni a High Ventures-szel, és tulajdonképpen kötöttünk egy olyan megállapodást, ami akkor mindkét fél számára jónak tűnt, illetve hát az is volt gyakorlatilag. És akkor gyakorlatilag a High Ventures-szel indultunk el közösen, ami gyakorlatilag 3 évig tartott ez a házasság, és tulajdonképpen most év végén, mert az előző év végén, 2020 végén történt egy váltás, amikor is egy olyan 8-10 hónap beszélgetés és ismerkedés után arra a közös nevezőre jutottunk, hogy egy szakmai befektetővel szeretnénk tovább menni, és gyakorlatilag a Transped, ami ugye Magyarország egyik legrégebbik és legkomolyabb logisztikai vállalata, gyakorlatilag ő vásárolta ki a High Ventures tulajdon részét, és vált kisebbségi tulajdonossá a WebShipiben, és gyakorlatilag azóta közös erővel ugye egyesítve a két cégnek az előnyeit, illetve a legerősebb kompetenciáit, gyakorlatilag így megyünk tovább a piacon. Igen, hát ugye ez elég nagy publicitást kapott ez a hír, és nagyon gratulálunk. Ezért egy-két kulisszatok titkot, hogyha már sikerült, de hát sem vitani téged a tripra, és itt csak úgy magunk között vagyunk, úgymond a mesélj a tranzakcióról, hogy mennyi ideig tartott, milyen volt a hangulat, milyen kritikus pontok voltak esetleg. Nyilván nem olyan részletekre vagyunk kíváncsiak, ami teljesen titkos, de azért úgy hangulatilag, hogy egy startuper, aki a nyomodba lép, vagy ezt most egy jó példának tartja, mégis mire számítson? Ez nagyon érdekes dolog. Amikor a startuposdi elején voltam még, akkor nem tudtam elképzelni, hogy van az, hogy egy startup vállalkozó egy befektetővel eljut arra a pontra, hogy a befektető úgy dönt, hogy pénzt ad erre a projektre. Mondjuk egy üzleti angyal befektető, aztán később mondjuk egy venture capital cég is oda megy, és azt mondja, hogy egy még nagyobb tőkét ad egy startupnak, vagy ne egy isten történik egy kivásárlás, vagy egy tulajdonosi csere, hogy ez mégis hogy zajlik. És annak idején voltam egy konferencián Bécsben, és találkoztam Aaron Cheyerrel, aki a Siri-t feltalálta, és úgy eladta az Apple-nek. És akkor megkérdeztem tőle, hogy Aaron, ez hogy történik egy ilyen, hogy az Apple, és akkor megveszi, amit te csinálsz, és azt mondja, nagyon egyszerű, csörgött a telefonom, és beleszólt Steve Jobs, hogy át szeretne jönni teázni. És ez egyébként egy nagyon érdekes sztori, de tulajdonképpen ez arra enged következtetni, hogy minden deal emberek között dől el. A szórakozó helyen sem ész oda egy lányhoz, és kezded azzal, hogy hello, feljössz, hanem elkezdtek beszélgetni, és kiderül, hogy szimpatikus-e vagy sem, kiderül, hogy van-e közös bizsergés, közös rezgés, vagy nincsen. Ez pontosan ugyanígy megy az üzleti világban is.
több céggel kezdtünk el beszélgetni arra, hogy van-e közös út, több olyan stratégiai partnernek a neve merült föl, akivel azon gondolkodtunk, hogy esetleg közösen lehetne valamit csinálni, és a végén nyilván nem csak a szakmai szempontok, hanem az emberi szempontok is döntőek voltak abban, hogy úgy döntöttünk, hogy gyakorlatilag Szabolcsékkal, a Transped vezetőségével abszolút közös a vízió, és közösen tudunk gondolkodni, és megvan ugyanaz az értékrend, amit én annó a társammal, a Voropcsuk Zolival ugye képviseltünk, és ugye ebben a szellemiségben visszük tovább a céget, és szerintem én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát anélkül, hogy ezek nincsenek meg, ötön nyakkendőben és egy hatalmas tárgyalóasztal két végén ülve nem lehet komoly üzleteket úgy megkötni, hogy utána az tényleg egy maradandó jó kapcsolat is legyen. Szuper. És körülbelül mikor érezted, hogy ez össze fog jönni? Hát én azt gondolom, hogy viszonylag az elején, tehát amikor van második beszélgetés, vagy harmadik. Igen. Amikor megérezted, hogy van közös alap, közös... Abszolút. Igen, amikor elkezdtek beszélgetni... Igen, ezt hamar le tud jönni, de ettől függetlenül egy csomó minden közben jött meg. De akkor itt nem merült föl. Ez egy nagyon izgalmas sztori volt, mert amúgy közbeértett volna nagyon sok minden, igen. És tényleg nagyon sokáig tartottak ezek a beszélgetések, főleg úgy, hogy igazából ez három fél kellett. Tehát egy, aki a gyertyát tartotta, ugye ez volt a WebShippy, és két fél, aki meg közös házasságra kívánt lépni egymással. És ugye volt egy folyamat, amíg ez kiderült, hogy egyébként akarnak-e közös házasságra lépni egymással, és van-e az az ár, amiért ez a frigy megkötetik. És alapvetően mi támogató szerepkört tudtunk ebben az egészben ellátni. Nyilván mi nagyon szerettük volna, mert azt éreztük, hogy a WebShippy az akármennyire is egy tech startup, de azért van egy elég komoly brick and mortar lába, tehát egy fizikai lába, amihez nem a venture capital money az ami a legjobb finanszírozási forma. A szakmai befektető. Abszolút. A szakmai befektető, meg hát egy idő után bankhitel, meg csomó minden más. Uh-huh. És alapvetően mi azt éreztük, hogy High Ventures-szel egy nagyon jó kapcsolatunk volt, de ez pont addig tartott, ameddig tartani kellett. És éreztük azt, hogy a High Ventures számára is egyébként egy nagyon jó lehetőség, hogy kirakhat egy exitet. Igen, ez az igazi piaci exit. Szuper! Hát gratulálunk, Vámulatos, úgyhogy csak köszönöm. Így tovább. Nagyon köszönöm. Úgyhogy remélem, hogy még hallunk rólatok itt a kanapén, vagy esetleg ugye mentorként további startupokat fogsz tudni segíteni, biztatni, úgyhogy gratulálunk hozzá. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Nagyon szépen, köszönöm. Oké. És akkor most jön egy pillanat, amire nagyon-nagyon régen várunk. Ugye, Zoli? Az infratrénereknek adnám át a szót. Jó néhány szó volt itt velünk már Sándorfi Zoltán, az Infratréner Global ZRT egyik vezetője, és pitchelt itt nekünk az infratrénernek a működéséről és a jövendőbeli kampányról, és ha minden igaz, akkor elérkezett a történelmi pillanat, hogy a kampányindítását be tudják jelenteni közösen a befektetőivel, a vezető befektetőivel, de akkor át is adnám a szót Sándorfi Zoltánnak, aki majd felvezeti, hogy mi itt a nagy helyzet. Parancsolja, Zoli! Jó, köszönöm szépen, Nóra! Tehát nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, és örülök, hogy most már ezt a hírt közölhetem veletek, illetve a potenciális befektetőkkel is, minden érdeklődővel is. Igen, úgy néz ki, hogy megszületett az a fajta egyesség és az a fajta, hogy is mondjam, lendület, hogy most ténylegesen egy vezető befektető mellénk áll, és hamarosan bemutatja magát, illetve szerintem én is fogom említeni a nevét. Nagyon egyszerűen, vagy nagyon gyorsan csak végigmennék az infratréner, mi is az infratréner, egy pár percet türelmet hadd kérjek annak, aki már ismeri. Aki pedig nem ismeri, az pedig annak pedig szívesen mutatom be. Jól tettél, csak egy pár perc erejéig megmutatnám, hogy igazából miről is szól. Igen, látjátok-e a screen óra? Igen, minden rendben. Ó, szuper. Na, szóval az infratrainer ugye ez a berendezés, ugye ez egy ilyen félig fekvő helyzetű bicikli, infralámpákkal kiegészítve, nagyon hatékony, mindjárt mondom, hogy miben, és van bizonyos tekintetben még egy külön, hogy mondjam, vezérlő résszel, szórakoztató résszel is rendelkezik. Tungsram gyártja most már majdnem teljes mértékben, de bizonyos egy-két elektronikai dolog van, ami kívülről érkezik be, egyébként a Tungsram terméke. Az infratrainer nagyon hatékony, az infra véget szanyagcsere gyorsításban, ugye a gyakorlatilag a belülről melegíti a testet, fokozza az anyagcserét, ezért a fogyást, méregtelenítést, anyagcsere gyorsulást okoz, és ezzel gyakorlatilag nagyon hatékonyan tudnak a tapasztalatunk alapján fogyni vágyók, vagy a méregtelenteni vágyók. Ez magával foglal egy mobil applikációt, egy okos
berendezést, gyakorlatilag egy fed alapú adatközpontot, meg alkalmazásvezérlőt. Ezek mind alapjai lesznek egy későbbi továbbfejlesztésnek, és megalapozzák azt, hogy itt akár franchise vagy egy formában tehát gyakorlatilag ezek mind a zöldebb ipart részeknek megvannak, itt igazából még egy későbbi fejlesztés, majd a táplálkozási csomag, ami szóba jött, illetve ezek az applikáció is, meg a különböző alkalmazások, ezek mind továbbfejlesztésre kerülnek majd, ahogy az igények nőnek. Ugranék ide, szerintem ez talán a legfontosabb üzenet. Történt egy stratégiai szintű újragondolás, tehát azt mondtuk, hogy szemben a klasszikus módon, hogy is mondjam, a úgymond retail üzletek, vagy a kis térség szalonok irányába való elmozdulásért sokkal inkább megpróbálunk a nagyobb alapra lőni, és kihasználni itt akár a Tungsram kapcsolatrendszerét, akár egyéb kapcsolatrendszereket, ahol direkt marketinggel tudjuk megközelíteni majd a különböző helyszíneket, és remélhetőleg ezek sokkal nagyobb mértékben, bocsánat, ugrál a Spring, sokkal nagyobb mértékben fogjuk tudni kihasználni a kapacitásainkat a növekedés irányába. Itt igazából a EU területére fókuszálunk így első körben, a vállalati rekreáció, a sportcenterek és az egészségközpontok irányába, illetve ha esetleg egy-egy forgalmazó beesik EU-n belülről, vagy esetleg EU-n kívülről, akkor az, amivel kompletten foglalkozunk. Tehát ahelyett, hogy itt nagyon erős, nem tudom, nagyon sok szeretnél az marketing stratégiát folytatnánk, azt mondom, hogy ezekre a területekre fókuszálunk, megtaláljuk a megfelelő referenciahelyszín, ott elkezdjük a beüzemelést, és amikor ez működik, és a pilot bizonyított, akkor tudunk szépen nagyon gyorsan úgymond szakmai berkeken belül terjeszkedni, legyen szó a sportcenterről, vagy egészségközpontról. Erre egyébként folynak most már konkrét pilot előkészítésre, valószínűleg az következő 2-3 hónapban már a sportcenter, illetve az egészségközpont is látható lesz, tehát valami kis eredményt fog már tudni felmutatni. Ez lesz a fókusz, gyakorlatilag itt a növekedés fókusza, továbbfejlesztések, kutatások pedig leginkább már a bevételből szeretnénk. Tehát nem szeretnénk azt, hogy egy-két évig csak úgymond egy helyben állunk és fejleszgetünk a tökéletes, mert sokkal inkább egy agilis módszerrel elindulunk, van, amink van, abból kiindulunk, és aztán majd a megfelelő igényeknek az egyes területe, arról fejlesztjük tovább a szoftvert, illetve esetleg magát a berendezést. Okay. Jó. És akkor terjünk át az aktualitásra. Itt a bevétel és profit számok, tehát én azt mondom, hogy ezek viszonylag konzervatívak, mindössze 200 darab gép eladását és ugyanennyi bérbeadását jelenti a következő 4-5 év alatt. Ez forintban, tehát 1 milliárd forintos árbevétel, bocsánat, ez kicsit ugrál ez a dolog, 1 milliárd forintos árbevétel egy néhány éve belül az abszolút, én azt gondolom, hogy megalapozó. Tehát nyilván itt kell egy erőteljesen belehúzni, idén, illetve jövőre, és szerintem akkor már benne leszünk abban a momentumban, hogy tudjuk ezt a növekedést produkálni, vagy esetleg még fölötte is. Kampányindítás a terv szerint jövő hét, tehát egy hétre mától. Vezető befektető, mostanában itt lelőben a poén, de a Startup Campus lenne, egy hamarosan a Startup Campus vezetője Kovács Zsolt elmondja a részleteket. De örülök, hogy ők látják ebben az üzletben a fantáziát, és hogy vállalták a vezetői befektető szerepet. Amire itt még szóval szeretnénk hívni a figyelmet, és a befektetés mellett, tehát nagyon szívesen adunk el képet minden egyes befektetőnek, tehát valaki olyan, aki üzlettel szeretne foglalkozni, vagy igen, üzlettel szeretne foglalkozni, és menni még be is fektet, akkor itt gyakorlatilag bónuszokat, illetve ingyenes szervizt tudom majd a részre biztosítani. Szuper! És egyébként pedig a befektetőknek különböző motiválni őket, hogy egy, ha lehet, hogy minél inkább nagyobb számú,
minél gyorsabban, minél nagyobb összeget fektessenek be. Úgyhogy nagyon várjuk a kampányt, és nagyon mindazoknak, akik félnek, illetve esetleg csatlakoznak hozzá. Tehát így ugyan tömören nekem ennyi lett volna. Szuper! Itt van velünk már Kovács Zsolt, ha jól látom, és átadnám akkor neki a szót, hogy mutassa be a Startup Campus-t és szerepeit az Infratainer kampányban. Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek! Megtisztelő ma itt lenni, elég erős a line-upja a kerekasztalnak és a tőkeportálnak, és örülök, hogy mi is jó hírrel, illetve egy izgalmas együttműködési lehetőséggel jelentkezhetünk. A Startup Campus 2016 óta valósít meg innovatív projekteket, van jelen korai fázisú befektetőként a magyar piacon. Rólunk azt kell tudni, hogy az oktatási képzési programok mellett, ahogy említettem, befektetőként is aktívak vagyunk. 25 cégben van befektetésünk, vagy 25 céggel jött létre befektetői együttműködés, de ezen kívül a programjainkon át közel 100 cég innovatív vállalkozás, innovatív magyar vállalkozás elindulását tudtuk segíteni az elmúlt években. És ami szerintem egy versenyképességi szerep nálunk, vagy előny, és megkülönböztet a hazai szereplőktől, hogy 2018 óta mind a brit, mind a német piacon helyi irodával, helyi munkavállalókkal vagyunk jelen. Az a cél, hogy német és brit piacra segítsünk innovatív KKV-kat, startup vállalkozásokat. A döntés mögött, hogy együttműködünk az Infratrainerrel, illetve hogy részt veszünk a Startup Campus befektető társaság első közösség finanszírozási kampányában, három dolog áll. Egy, ahogy említettem, szertágazó a tevékenységünk az oktatásképzési nagyvállalati programok által a befektetői programokig, és felelősséget érzünk azért, hogy a hazai közösséget, ökoszisztémát, pénzügyi tudatosságot, a vállalkozás indítást támogassuk, és valahol az, hogy közösségi befektetésre hívjuk a partnereinket, közösségi befektetésre hívjuk a magyar állampolgárokat, az egy új út nekünk is, viszont egy olyan lehetőség, amelyen keresztül a pénzügyi tudatosságot, a pénzügyi termékek szélesebb skáláját be tudjuk mutatni egyszerűen, könnyedén és széles körben. Ez volt az első motiváció, amiért kapcsolódtunk ehhez a kampányhoz, és ez a sztorihoz vezető befektetőként. A második az az, hogy másfél éve indítottunk el egy sporttechnológiai programot, amely kifejezetten a magyar sport innováció, egészségügyi innovációkhoz kapcsolódó fejlesztéseket viszi nemzetközi piacra, úgy, hogy ebbe a programba bevonunk neves sportolókat, a Hanga Ádámtól Kovács Ágin keresztül Tolmácsi Gáborig. Tehát egy mély tapasztalatot, áttekintő tapasztalatot és tudást szereztünk a sportek cégek felépítéséről itthon és külföldön is, és együttműködünk neves sportolókkal. Emellett pedig idén tavasszal indult el a sporttechnológiai startup programunk. A harmadik, és talán a legfontosabb a nézők számára, üzletileg és anyagilag is hiszünk a projektbe, hiszen egy olyan termékről van szó, ami egyszerűen értelmezhető, magyar innováció, és nemzetközi szinten is egy komoly igény mutatkozhat rá, és ebben mi is nagy szerepet fogunk vállalni. Az általunk ismert brit és német piacon ezt a terméket kiemelten támogassuk és bevezessük. Tehát talán még egy gondolat, viszonylag sokat dolgoztunk, ahogy említettem, sok befektetésben vettünk részt, tehát a Startup Campus, a Tőkeportál és ugye a Tunsgram, mint a cégnek az egyik tulajdonosa, az garancia lehet arra, hogy ez a projekt, ez a magyar termék sikeresen fog növekedni. Ezek összessége volt az, amiért úgy döntöttünk, hogy vezető befektetőként támogatjuk a
az InfraTrainert, és ösztönözzük, ahogy említettem, partnereinket, illetve a minket ismerőket, hogy fektessenek ebbe a cégbe, legyenek tulajdonosok, és segítsük együtt ezt a magyar innovációt nemzetközi sikerre, és legyen ez a közös sikertörténetünk, emellett pedig ugye az egészséges életmódot is tudjuk támogatni, tehát ez sokszorosan is megtérülő projekt. Hát szuper, nagy izgalommal várjuk mi is az együttműködést a Startup Campusszal, hiszen a magyar startup ökoszisztéma egyik markáns, oszlopos tagjáról van szó, úgyhogy szerintem a tőkeportásáért maga is nagyon sokat fog ebből tanulni. Hát a kampányra előzetes érdeklődés az jelentős a világ több pontjáról, tehát pont beszélgettünk is erről délután, hogy azt hiszem, hogy Új-Zélandtól Svájcon keresztül Kanadáig jelentkeztek már az előregisztrációra, ami a tőkeportál.hu per InfraTrainer oldalon pillanatnyilag is elérhető egészen a kampány konkrét indulásáig. Mindenki jelezheti teljes vagy végleges kötelezettségvállalás nélkül, viszont az előregisztrálókat külön jutalmak fogják illetni a korai befektetőket egyaránt, tehát a világ számos pontjáról találták rá az InfraTrainer kampányára itt a tőkeportál oldalán keresztül. Úgyhogy ahogy Zoli bemutatta ezt a kiváló magyar innovatív gépet, azt hiszem, hogy olyan közreműködőkre tett szert itt a csapat, a Startup Campus személyében, ami ezt a nemzetközi érdeklődésre számot tartó kampányt biztosan sikerre tudja vinni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy végre ezt be tudtuk jelenteni. Ugye többször utaltunk rá korábban, hogy az egyeztetések folyamatban vannak, de akkor most a napokban erre pontot teszünk, és akkor természetesen majd hírlevél és minden egyéb kommunikációs csatorna útján fogjuk a befektetőket a befektetés elindulási lehetőség elindulásáról pontosan értesíteni egy héten belül várhatóan. Úgyhogy fogunk utána is itt találkozni veletek itt a kanapépicson, amikor már a kampány aktualitásáról számolunk be. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és erről hírt adunk a következő napokban és a blogpost összefoglalóban is. Úgyhogy minden befektető, stay tuned, és figyeljétek a kampány indítását. Aki pedig feliratkozik addig is az oldalon, az pedig arról külön hírlevelet is fog kapni abban a pillanatban, hogy a kampány elindult. Tehát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És van még egy csomó programunk mára, úgyhogy itt most át is adom a szót az aktuálisan már futó kampányoknak, hogy röviden mondják el a kampányok helyzetét, és aztán jön az ötletversenyeknek a pitchai, akikre pedig lájkokat fogtok tudni leadni a tőkeportál oldalán, ahogy azt majd ők is el fogják mondani. Úgyhogy még mindenkinek kérjük a kitartását, de azt hiszem, hogy senki nem fogja megbánni, aki velünk marad, mert tényleg olyan érdekességekről lesz szó, amikről nem minden nap hallhatunk. István, a Spacebuzzról mondjál el nekünk létszeres egy-két dolgot, hogy pontosan, hogyha a kampányod sikeres lesz, ugye a tőkeportál.hu per Spacebuzz oldalon, akkor mi fog itt történni? Mi várható? Mi lesz az az esemény, amire a pénzt gyűjtjük? És aki azon az eseményen részt tud venni, az milyen élményben részesül? Parancsoljál! Igen, szevasztok, és hát nagy értelmű is hallgattam az eddigi picselőket, mert többen is szóba hozták a fenntarthatóságot, a klíma és környezetvédelem fontosságát, sőt azt is hallottuk, hogy van, akinek fontos az oktatás képzésben való részvétel. Na most őnek különösen felhívom a figyelmét a Spacebuzz programra, hiszen ez egy olyan oktatási program, aminek az a célja, hogy a mai gyerekek, azaz a jövő generációnak a figyelmét felkeltsük, és az érdeklődésüket ráirányítsuk a fenntarthatóságra és a klíma és környezetvédelem, valamint a természetvédelem fontosságára. A Spacebuzz oktatási programnak a kampánya most arról szól, hogy ezt az üzenetet, amit most egy mondatban elmondtam nektek, ezt minél több emberhez el tudjuk juttatni, tehát magyarul a Spacebuzz edukációs programnak a kommunikációs kampányára gyűjtünk. És hogy miért gyűjtünk erre? Nem azért, mert ez egy ilyen jámbor óhaj, hogy ezt milyen jó lenne megvalósítani. A Spacebuzz az egyébként egy olyan oktatási program, ami ingyenes az iskolák részére, és vagy iskolai tantermi, vagy szakköri formában valósul meg. Ez az oktatási program gyakorlatilag felkészíti és elviszi a gyerekeket egy virtuális utazásra, és ennek kapcsán élik meg azt, hogy mennyire törékeny a Föld, és döbbennek arra rá, hogy a fenntarthatóság az mennyire fontos, és a klíma és környezetvédelem, és talán így válnak esetleg olyan fogyasztókká, akik a divat, ami az egyik előadásban is elhangzott, hogy talán
nem azért vesznek 28 szép ruhát, hogy legyen minden napra, hanem kicsit majd arra is gondolnak, hogy ezzel mennyire szegyezik a környezetet, mert ökológiai lábnyomot hagynak. De most, hogy ez nem egy ámbor, óhaj és álom, az annyi, hogy egy nemzetközi konzorciummal elnyertünk egy Erasmus Plus pályázatot, holland, francia, olasz, magyar részvétellel. Ez tavaly október óta működik és dolgozik ez a csapat, és ez a csapat azon dolgozik, hogy egy olyan szellemi termék valósuljon meg, hogy ezekben az országokban hogy lehet megvalósítani ezt az oktatási programot. Egyébként Hollandiában 2018 óta sikeresen fűtéspár több mint 8000 kisiskolás vett ezen részt. És ebben a pilot programban most ott tartunk, hogy a 15 iskolát választottunk ki, akik ebben a programban részt fognak venni. Erre 2021 és 22 tanítási évnek a tavasz időszakába kerül sor majd, ahol ezt a 15 iskolát, amik felölelik teljes Magyarországot, Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország, fogjuk véglátogatni ezzel az oktatási rendszerrel, és ennek a csúcspontja, ennek a oktatási rendszernek az, amikor egy hatalmas kamion érkezik oda, ami kvázi egy 4D virtuális űrutazásra viszi el a gyerekeket, akik az addig képzéseken részt vettek. Viszont, hogy ez a kamion ne csak ezt vegye, csinálja, ez itt lesz Budapesten is, meg Szegeden is lesz marketing és promóciós célú bemutatónk, és azokat, akik ebben a kampányban minket segítenek, és ez a tőkeportál, amit a Nóra is említett, a tőkeportál Facebook oldalon jól látható, azokat egyebek mellett, akik egy bizonyos szint fölötti támogatást nyújtanak, azokat meghívjuk egy vendégükkel együtt egy ilyen virtuális utazásra, amikor Budapesten lesz ez a kamion. Tehát azt hiszem, Nóra, nagyjából tudtam válaszolni a kérdéseidre, de ha van még, ez akkor... Mondjad azt, hogy ez mekkora támogatástól él ez a lehetőség, mekkora összeg? Ja igen, hát ez a lehetőség egy 50 ezer forintos támogatásból él, támogatástól él. Hát magyarul, aki az 50 ezer forintra támogatja a Spacebus edukációs kampányát, az gyakorlatilag ezzel egy jegyet vesz magának arra, hogy jövő tavasszal, amikor itt lesz ez a jármű, nekünk nincs ilyen, a hollandoknak van, ez egy elég értékes és nagy értékű berendezés, akkor ő és egy kísérője, illetve egy gyermek részt fog venni ezen a virtuális utazáson. Szuper! Hát akkor Spacebus-ra fel, ugye, ahogy ez itt már több körben elhangzott a kanapén, egy valóban egyedülálló élményt tudunk gyermekeinknek okozni, hogyha a Spacebus kampányát támogatva sikerre tudjuk... Nóra, még egy megjegyzést, ha megengedsz, hogy, és az utolsó gondolatom, hogy azért is izgalmas ez a kísérlet itt nálatok, mert Hollandiában is ez teljesen hasonló finanszírozással működik, és Hollandiában gyakorlatilag 2018-tól 2020-ig kizárólag ilyen közösségi finanszírozásból több mint 2 millió, még egyszer mégsem, több mint 2 millió euró gyűjt össze, ilyen 5-10-20-50 eurós támogatásokkal. Nagyon érdekes, mi megosztottuk a holland barátainkkal a tőkeportálon a kampányt, és nagyon kíváncsian figyeljük, hogy egy ilyen versenyből, hogy a Hollandiából, illetve a magyarországi támogatóktól mennyi és hogy fog összejönni. Köszönöm szépen. Hát bízunk benne, hogy itt is sikeres lesz, és mondom még egyszer, aki 50 ezer forint támogatással tud nyújtani a Spacebus kampányának, az részesítheti gyermekeit abban az élményben, hogy egy olyan, minthogyha egy űrutazáson venne ő tényleg részt, és amikor visszapillant az űrhajós a földre, akkor észleli, hogy milyen kicsi és törékeny a földünk, és ezzel egy életre szóló élményt és egy gondolkodási módot is adhat egyben a gyermekének. Úgyhogy bízunk benne, hogy itthon is sikeres lesz a Spacebus kampány. Folyt köv! A legközelebb is várunk vissza ide a kanapéra. Köszi szépen! Köszönöm, sziasztok! Szia! És akkor itt van velünk dr. Bagó Tünde Svájcból, aki jogászként íróvá lett, és így módon nagyon fontos lett számára is a magyar irodalom, ugye? És így elfogadta a Szófa kampányának a meghívását, hogy elmondja, hogy számára miért jelent olyan sokat az irodalom, és miért érdemes lándzsát törni a magyar irodalom demokratizálását célul kitűző Szófa közösségi finanszírozási kampányának érdekében. Parancsolját, Tünde, kérlek, hogy mondjál magadról pár szót, hogyan kerültél Svájcba, és mióta írsz, és mutasd be, kérlek, azt is, amit a beharangozóban leírtunk rólad, hogy milyen könyveket hoztál eddig létre, miket írtál, illetve hogyan kerültél kapcsolatba a Szófával.
Köszönöm szépen, és én is üdvözlök mindenkit, szervusz Nóra. Nagyon köszönöm a felkérést. Az irodalommal igazából én nagyon kicsi gyerekként kerültem kapcsolatba, és már akkor is úgy gondoltam, hogy az olvasás az egy nagy utazás mindig, nem csak azért, mert esetleg annak idején még én Vernével eljuthattam bárhová vagy más írókkal, hanem azért is, mert egészen más dimenziókat is megnyithatott egy könyv egy gyermek számára, akár időben, akár térben, vagy bármilyen más aspektusban. És a későbbiekben így a tanulmányaim során is közel kerülhettem az irodalomhoz, illetve az újságíráshoz. Főszerkesztőként is dolgoztam éveken keresztül egy helyi lapnál, majd később alapítottam egy blogot. Persze időközben azért ott volt egy szakma, mint a jogásság, amelyből azért kivonultam később, és elköltöztünk a férjemmel Németországba, a Bodeni tó partjára, amely kicsit, valóban kicsit Svájc is, de mi Konstanz városában lakunk, ami a tóparton fekszik, és itt kezdtem el igazából visszatérni újra az íráshoz. Nagyon sok történet hullott elénk, akár az utazásaink során, akár a gyermekkoromban és a későbbi élmények kapcsán, és ezeket a történeteket mindig szívesen írtam le. Az Életsója blogon osztom meg elsősorban az élményeinket, és a Szép Irodalomban pedig, hát valójában novellákkal kezdtem, és ezek közül már elég sok megjelent irodalmi folyóiratokban is, főleg online felületeken, és ezen kívül pedig ugye elkezdtem készíteni egy könyvet a Bódani tóról, mert akkor még nem volt magyar nyelvű útikönyv. Szívesen meg is mutatom, egy ilyen szép színes könyv készült erről a vidékről, aminek azt a nevet is adtuk, hogy több, mint úti könyv, mert számos történetet is beleszűrtem, tehát nem csak utazók használhatják. És hát ami miatt egyébként így a szófával is kapcsolatba kerültem, illetve hát inkább én úgy mondanám, hogy egy hatalmas öröm volt számomra, hogy amikor megláttam ezt a kezdeményezést, mind a két oldalról, tehát íróként is és olvasóként is, elsősorban azért, mert főleg nekünk külföldön élő magyaroknak, akik például mi is már 10 éve kint élünk, de számos ismerősöm, barátom van, akik 10-20 éve kint élnek, de ápoljuk a magyar kultúrát és a magyar irodalmat, és nagyon szívesen olvasunk. Eddig ugye nyilván arról volt szó leginkább, hogyha megérkeztünk évente egyszer-kétszer Magyarországra, akkor gyorsan bevásároltunk könyvekből, irodalmi folyóiratokból, és akkor így utazástól, tehát magyarországi látogatástól magyarországi látogatásig éltünk ezekből a könyvekből. Ma már ez egy sokkal könnyebb dolog, és ami számunk, vagy nagyon sok ember számára, ugye a korona pandémia az egy negatív dolog volt. Én úgy gondolom, hogy pont az irodalomban, és pont így a szófa kapcsán kimondhatjuk, hogy ez egy pozitív eredmény is, hogy most már még többen kezdtek el online felületeket olvasni. Mi évek óta újságokat is úgy olvasunk, hogy előfizetői vagyunk, magyar újságokat is, és nyilván külföldi újságokat is. És ezért volt számomra nagyon nagy öröm, amikor megláttam, hogy most már irodalmi folyóiratokat is el tudunk érni. Mindamellett ugye számomra mindig, vagy soha nem volt kérdés az, hogy kell az aktualitás, kell a frissítés, és az irodalmi folyóiratok elsősorban ezt nyújtják. Nagyon szeretem meg is, szerettem mindig megismerni a kortárs szerzőket, illetve mindig azt gondoltam, hogy a kortárs szerzőket élőbbé teszi egy irodalmi folyóirat, mert hogy lehet, hogy van egy könyv, amit elolvasok, de utána egy irodalmi folyóiratban látom, hogy ő publikál, tehát kicsit közelebb kerül hozzám, mint olvasóhoz. Nem beszélve arról, hogy mint kezdő író, hogyha mondhatom ezt akár már így magamról, egy jó néhány megjelent novella után, akkor számunkra, mint kortársírók vagy kezdőírók számára is egy óriási lehetőség lehet, hogy mondjuk ilyen folyóiratokban megjelenhetünk.
A külföldi magyarok számára, külföldön élő magyarok számára ez egy óriási könnyebbség, hogy elérhetővé válik online több folyóirat egy ilyen tulajdonképpen kedvező lehetőséggel, egy ilyen kedvező előfizetése, és annál is inkább, mert én tanítok magyar gyerekeket is magyar irodalomra és történelemre, és a kint élő magyarok sokan elmondják azt, hogy ő maguk is és a gyerekek számára is ugye előbb-utóbb lecsökken a magyar nyelv csak nagyon családi szintű beszélgetésekre, és ezt csak úgy lehet áthidalni, hogyha ezeket bepótoljuk kezdve a magyar mesekönyvektől a magyar irodalmon át, akár később ugye nyilván az irodalmi folyóiratokig tarthat ez a dolog. Tehát mindenképpen ezért úgy gondolom, hogy egy óriási lehetőség azoknak, akik külföldön élnek. Nem beszélve arról, hogy mindig is azt tartottam, hogy a befogadókat úgy lehet leginkább közelhozni az alkotókhoz, hogyha magunk is egy picit részeseivé válhatunk, és hogy azzal, hogy fizetünk érte egy elfogadható összeget, és semmi irracionális nincs benne, akkor mi magunk is részévé válhatunk ennek a támogatásnak. Ugye általában, hogyha egy állami támogatásról van szó, akkor ez az adónkon keresztül, mert sokkal távolabb kerül, ha közvetlenül támogatunk valakit, valamilyen folyóiraton keresztül, illetve a folyóirattal együtt közelébe kerülünk az adott alkotónak, akkor ez sokkal közvetlenebbé válik, értékesebbé válik számunkra. És emiatt én nagyon-nagyon örülök ennek az egész kezdeményezésnek, nem beszélve arról, hogy a mai világ ugye most már nagyon-nagyon az online térben mozog, és így, amit említettem is, hogy mondjuk egy-egy irodalmi folyóirat, amely ugye aktualitásokat, társadalmi problémákat érintő szép irodalmi műveket közöl, az nagyon gyorsan oda kerülhet az olvasók elé az online felületen, és a mindennapokban belekerülhet a mindennapjainkba, mindig van oda nyúlni egy-egy hétvégi kávézós délutánon, illetve például mi nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy van egy kulturális szinterünk, egy közösségünk, egy kaszinunk, kultúrkaszinunk, ahol többek között kortárs irodalmi műveket is feldolgozunk, mint kint élő magyarok, és így próbáljuk a magyar kultúrát a mi köreinkben is egy kicsit fenntartani. Hát ez egy csodálatos misszió, és nagy örömmel látjuk, hogy akkor külföldön, mert szép visszhangot kapott a szófa, van ez így, de azért nagyon reméljük, hogy az itthoni irodalom kedvelők is egyre gyakrabban nyomogatják meg a támogató gombot. Ugye, Árpád, mondjál még kérlek valamit például arról, hogy elindítottátok a beszélgető szófát, és hogy mi a következő program, amire a szófa kedvelői rácsatlakozhatnak. Igen, tehát tulajdonképpen több új rovatunk indult az új honlappal együtt, és az egyik az, hogy a beszélgető szófa címen elindítottunk egy sorozatot, ahol online interjúkat hát lehet meghallgatni. Egyébként itt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy a szófán mindezt reklámmentesen biztosítjuk, tehát semmiféle idegesítő szöveg nem fogja megszakítani a szakmai, vagy hát a beszélgetést, meg a felolvasásokat a beszélő szófán. Én szerintem ez klassz dolog. És hát itt mindenféle irodalmárokkal itt beszélgettünk olyanokkal, akik az abszolút így az érdeklődés középpontjában állnak, mint mondjuk Kokorelli Endre, vagy Márton László, vagy olyan emberekkel, akik egy kicsit a háttérben állnak, és inkább a irodalom szervezőként vesznek részt az irodalmi életben. Ilyen például Kormos Lili, akivel most készült el egy beszélgetés, ez már éppen kikerült a beszélgetés. Köszönöm szépen, ugye itt van a Tőkeportál támogató oldala. Itt lehet egyébként ugye a tőkeportál.hu/szófa oldalon lehet támogatni a szófát közvetlenül.
Oké, akkor itt tulajdonképpen elhangzott a lényeg, és még várunk ugye vissza, a további programjaitokról is beszámolnak. Tünde, nagyon szépen köszönjük, hogy bejelentkeztél ilyen messziről is, és kivártad ezt a hosszú sort, ami előtted volt a mai napon, ami még nem is ért véget, úgyhogy maradjátok velünk, és most szurkolni fogunk azoknak az egyetemi startupoknak, akik a Move Your Brain versenyen kiválóan teljesítve kerültek itt be a Tőkeportál platformjára, és át is adom a szót Kompordai Annának, aki a Fit Minutes projektről, a Fit Minutes-ről fog beszámolni nekünk, és arra fog mindenkit biztatni, hogy a Tőkeportál oldalán felelhető kampányát egy lájkkal támogassa meg. Anna, are you ready? Kész vagy? Adhatom a mikrofont? Sziasztok, igen. Köszönöm, Nóra, a felkonferálást. Először szeretnék gyorsan bemutatkozni. Én Anna vagyok, a Fit Minutes Kft. Alapítója, és én 5 éve dolgozom egészségfejlesztőként, munkahelyi egészségfejlesztőként, amely idő alatt teljesen beleszerettem ebbe a témába, és rengeteg hiányosság és lehetőség jött velem szembe ez idő alatt, amire szeretnék megoldást adni felhasználóimnak, ezért alapítottam meg saját vállalkozásomat. Tudtátok, hogy Magyarországon több mint 1,5 millió ember végez ülőmunkát, és minden nap több mint 100 000 hiányoznak a munkahelyükről egészségügyi okok miatt. Ez több milliós kiesést jelent a cégeknek, és milliárdos nagyságrendet jelent országos szinten. De mit lehet ez ellen tenni? A Fit Minutes-nek van egy jó híre. Sokat tehetek munkavállalóitok egészségéért, anélkül, hogy ez nektek plusz munkát és energiát jelentene. Egy olyan programot dolgoztunk ki, amely egyénre szabottan gondoskodik minden egyes alkalmazottatok egészségéről. Ő itt Bianca, egy keményen dolgozó HR-es. Az ő feladata lenne, hogy motiválja és tegyen munkavállalói egészségéért. Bianca keres egy megoldást, amivel javíthatná dolgozói jólétét, de csak drága és bonyolult megoldásokat talál, amikkel nem érne el hatékony eredményt. És Bianca végre rátalál a Fit Minutes-re, egy applikáció, amitől minden egyes munkavállalója egészségesebb lehet. Árajánlatot kér, ezután egy napon belül már be is regisztrálják a cégét, és el is indult Biancáig saját egészségprogramja. A dolgozók 8 perces tornákkal frissítik fel magukat napközben, és változatos edzéseket végezhetnek otthon is, valamint szakképzett pszichológusok segítik a mentális egészségük megtartását. A mozgásszegény életmód az egyik vezető egészségügyi kockázati tényező, de teljes körű egészségprogramunkkal beépítjük a mozgást az emberek mindennapjaiba, és nyomon követjük a változást is. Az életmód változásával javul a cég hatékonysága, csökken a fluktuáció és a távolmaradások száma, és az employer brandingre is kedvező hatással van. Innovációnk, hogy teljes munkahelyi egészségprogramot adunk, amiben egyedülállóak vagyunk. A program bevezetése egyszerűbb, mint versenytársainknál, ami a túlterhelt HR-eseknek hatalmas segítség. Bevételeink a megrendelésekből származnak, amelyek egyéni árazással történnek. Novemberben megkötöttük első szerződésünket Magyarország egyik vezető gyógyszercégével. A felhasználóik visszajelzései segítettek minket a termékfejlesztésben, és megerősítettek minket a startupunk létjogosultsága felül is. Jelenleg több mint 2000 felhasználó érdeklődik a Fit Minutes iránt, akiknek pár héten belül már lehetőségük lesz csatlakozni felhasználóink körébe. Ezt a lépést már nagyon várjuk. A múlt heti Aha Brainstorm verseny nagy lökést adott a projektnek, amelyben a csapat minden tagjának hatalmas munkája volt. Itt el is hozhattuk a legjobb prototípusnak járó díjat, és most már ötleteinket közösségi irodában is folytathatjuk. A LIKE kampányból összegyűjtött támogatásokkal szeretnénk alkalmazásunk tartalmait bővíteni, és új videókat leforgatni. Szeretnénk, hogy minél többen részesei lehessenek a munkahelyi egészségfejlesztés megreformálásának. Szuper! Hát nagyon jó volt, Anna, köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy ilyen online térben ez... Nem, lehet, hogy az első, de nem az utolsó pitched, teljes mértékben érthető volt. Megosztjuk gyorsan
a képernyőjét a Fit Minutes kampánynak, ami percekkel ezelőtt indult el a Tőkeportálon, és ha jól látom, megkaptatok is lájkokat, hát tök jó. Ez egy újdonság, a Tőkeportálon lájkolni is lett, ezt 200 forintba kerül egy lájk, és akkor ezt így módon kizárunk minden összeférhetetlenséget, és lehet ismételten is lájkolni, illetve többet is lájkolni, hiszen gondoljuk azt, hogy a kis anyagi ráfordítás az megakadályozza a túltrollkodásban. Ezt nagyon egyszerűen természetesen kártyás fizetéssel itt meg lehet oldani, és akkor itt az Annának a pitchét is le lehet majd tölteni, ugyanúgy működik, mint a többi kampányunk. Fönt vannak dokumentumok, bemutatkozik a csapat, azt is akkor itt megmutatom, mindenki elolvashatja róluk a részleteket, illetve a fórumon akár itt feltehettek nekik kérdéseket. Úgyhogy ez egy pár perccel ezelőtt indult el ez a kampány, úgyhogy biztatok mindenkit arra, hogy pünköst hétfőig a most bemutatkozó három kampánygazdár valamelyikére, vagy akár mindegyikére adja le a lájkját, és akkor méltó jutalomba tudnak részesülni, és lehet, hogy egyszer valódi közösségi finanszírozási kampányt is fognak indítani. Köszönjük, Anna, hogy itt voltál, és akkor jön a Fusi csapat. Parancsoljatok! Sziasztok, mi a Fusi csapat vagyunk, alkalmi munkák egy érintése. Ez egy olyan digitális felület, mely gyorsan és egyszerűen összeköti az alkalmi munkavállalókat a munkakínálókkal. Csapatunkat tekintve mi is az AHA Brainstorm eseményén indultunk, ahol az abszolút legjobb ötlet különdíjat nyertük el, és csapatunkon kívül két IT-s is segíti a munkánkat. De nézzük, hogy mi is ez a Fusi app és a számtalan megoldás lehetőség közül egy példát. Gábor étterem tulajdonos, és reggel szembesült vele, hogy sokkal nagyobb forgalma lesz, mint amire számított, viszont felszolgálóból még nem rendelkezik eléggel, ezért rögtön feltöltötte a Fusira az állásajánlatot, amit Erika diákként reggelizés közben egy személyre szabott push notifikáció értesítés segítségével már észre is vett, el is fogadta, és egy óra múlva már Gábor éttermében volt, és megkezdte a műszakot. Az applikáció tehát egy olyan online piactér, amely összeköti a munkavállalókat és a munkáltatókat a legalapvetőbb jelentkezéstől át, egészen a különböző gamification megoldásokig és az adatvizualizációig. Tehát egy sokkal élményszerűbb munkaszerzési folyamatot biztosít. Hogy is néz ki az üzleti modellünk? Alapvetően, mivel ez egy online piactér lenne applikáció formájában, két oldal van, a munkavállaló és a másik oldalon a munkáltatók, ahol mi nyitottak vagyunk a KKV-ktől elkezdve az egyéni vállalkozón át a multinacionális cégeken keresztül, viszont akár diákszövetkezetek és munkaközvetítő cégek is kihasználhatják az innovatív platformunkat. Először is nyilván a gyorsaság, az egyszerűség és a mobil applikáció, amiben versenyelőnyünk van, illetve a személyre szabott aktuális ajánlatok felhasználóbarát módon, valamint a Weekly Insights alatt egyébként olyan statisztikákat értünk mind a munkavállalók, mind a munkakínálóknak, amelyek kapcsán egyértelműen látható, hogy milyen munkát végeztek, milyen értékben, és a megbízható értékelőrendszer és fizetési rendszer pedig mind szintén a munkavállalónak, mind pedig a munkáltatónak egy átlátható folyamatot biztosít. Az üzleti modell tekintve egy átlagos 3%-kal számoljuk a jutalékunkat, és 1250 forintos óradíjjal és 300 éves munkaóra ledolgozással. Az alábbi terveinket számoltuk ki. Ez az első három év lefolyta után 50 ezer munkavállalót jelent, és körülbelül 336 millió forintos árbevételt. Hogy mit számítottunk a piacoknak? Mivel a Fusi app alapvetően a fiatalokat és a diákokat célozza, ezért a körülbelül 600 ezer fős diák tömeget vettük figyelembe, amelyek közül 250 ezer dolgozó. A harmadik év végére 20%-ukat, vagyis 50 ezer felhasználót szeretnénk minimum elérni, de fontos megjegyezni azt is, hogy nem csak a diákok felé nyitunk, hanem mindenki számára. Összességében tehát elmondható, hogy 50 ezer felhasználóval a harmadik év végére 3%-os jutalékkal, körülbelül éves 11 milliárd munkaforgalom mellett 336 millió forintos árbevételre számítunk. A Fusi tehát egy alkalmi munka online piactér, alkalmi munkák gyorsan és egyszerűen, minden a mobilon,
személyre szabott aktuális állásajánlatokkal, értékelőrendszerrel, fizetőrendszerrel, ügyfélszolgálattal és egy felhasználóbarát innovatív munkaszervezés keretében. Köszönjük a figyelmet! Fantasztikus! Még egy kicsit a csapattagokról mesélj, és hogy álltatok össze? Mi alapvetően az ötletre álltunk össze, és két oldalról is körvonalazódott egy ilyen ötlet, és tulajdonképpen én hoztam össze így egy csapattá ezt a csapatot a két vonalról, és így alakultunk meg, amit rögtön követett szinte ez az ötletverseny, amire így ezáltal rögtön be is neveztünk. Fantasztikus, hát így kell indulni, reméljük, hogy a jövő sikersztoriát láttuk itt most a kanapén. Nektek is elindult a kampányotok, most megosztottam a nézetét, tessék buzgón lájkolni a Fusit, hogy köszönjük ez a szolgáltatás a rendelkezésre állhasson a jövőben valóban számunkra is. Köszi szépen. Köszönjük szépen. És akkor ma elérkeztünk a mai délután utolsó picséhez, a Move Your Brain-es csapatok között. Jön a tündérszolgálat. Parancsoljál, Tünde! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Jó. Tehát a mi startup ötletünk a Family Support, vagy hát más néven tündérszolgálat, ezt mindjárt kifejtem. Tehát, ugye azt mindjárt tudjuk, hogy vannak tökéletes szülők egészen addig, amíg a gyermek meg nem születik a családban, mert onnantól kezdve igazából a szülőség az tele van kérdésekkel, kétségekkel, bizonytalansággal, és ilyen kérdésekre gondolok, mint hogy vajon megfelelően halad-e a gyermeke mozgásfejlődés, eleget evette, vagy hogy mi lesz a házasságommal, hogyha nincs semmire idő, még magamra se, illetve ami talán a legfontosabb, hogy jó anya vagyok-e. Ilyen és hasonló bizonytalanságok és kérdések, illetve az időhiány, ez a két fontos pont társadalmi probléma, amire próbáltunk mi magunk is a csapattagjai, fiatal anyukák vagyunk, és ezekre a problémákra próbálunk egy átfogó, biztos megoldást nyújtani. Jelenleg már elkezdődött a működésünk, tündérszolgálat néven 10 otthon segítőnk közvetítünk, illetve 11 szakmai tanácsadó van most jelenleg a csapatban, akik megbízható szakmai tudással rendelkeznek erős hivatástudattal, ez fontos szempont volt számunkra. Viszont már most érezzük, 3 hónapja indultunk el körülbelül, hogy standardizálásra van szükség, mert nagy erőket kíván tőlünk, és erre jött az ötlet, hogy egy applikáció formájában fogjuk ezt megtenni, méghozzá úgy, hogy igaz, ugyanazokra lesz képes ez az applikáció, amit jelenleg is végzünk emberi erővel, tehát otthon segítőket fog összekötni a megrendelővel, lelki megerősítéseket küld, ez nekünk nagyon fontos, mert azt tapasztaljuk eddigi munkánk során, hogy egy krízisen néha tényleg egy pozitív megerősítés át tudja lendíteni az édesanyákat, édesapákat. Ezen az applikáción lehetőség lesz rétingelni a szakmai tanácsadókat, illetve a otthon segítőket, és ez segíteni fog minket abban, hogy egy megbízható, biztos bázist tudjunk kialakítani, mert ez is probléma szokott lenni a szülők körében. Ugye 2021-ben indultunk, egy rebrandinget szeretnénk most végezni, mert úgy döntöttünk, hogy szeretnénk a célcsoportot nem csak az édesanyákra, hanem a család minden tagjára, édesapákra, nagyszülőkre, sőt, még akár a tínédzserekre is, hiszen ezeket a szakmai tanácsokat, amit az applikáción keresztül megkaphatnak, az valószínűleg az őket is érdekelni fogja. 2022-ben szeretnénk az applikációt, ha megjelenne, és 2025-re várhatóan már nemzetközi piacra léphetünk. A bevétel ugye úgy fog alakulni, hogy az applikáción keresztül minden appon keresztül foglalt segítő 5%-a kerül hozzánk, tehát ha mondjuk nézzünk egy példát, egy házassági tanácsadás 20 000 forint, akkor minden 1000 forint úgymond üti mi markunkat ebben a projektben. A célunk a magyar piac meghódítása, lényegében most nincs ilyen jellegű applikáció Magyarországon. Vannak babysitter közvetítők, mint a Lurpo Babysitter vagy a Happy Mami, de alapvetően az sincs standardizálva, nincs automatizálva. Jelenleg ugye naponta 2-3 közvetítés a kapacitásunk, de 2022-re az applikáció megjelenésére képesek leszünk 100-200
és a nemzetközi piacon meg már lefelé is emelkedni. Tehát, hogyha már mondjuk 1000 közvetítés megtörténik naponta, akkor évi 180 millió forint haszonra lehet kalkulálni. Mire van nekünk szükségünk ehhez? Kb. 28 millió forint tőkére, amit marketingre, rebrandingre, illetve hát az applikáció felett is azt teszik ki a legnagyobb részt ebből a tortából, és az egyéb staffos részek. A csapatunkban, jelenleg én vagyok a projektvezető, ez ugye én ötletem volt, de megmondom őszintén, hogy ugye ezek a kérdések, amik felmerültek bennem, azt láttam, hogy mindenkiben felmerült. Tehát nincs olyan édesanyja, akiben nem merülne fel ez a sok kérdés, és hiába éljük az internet világát, az információkat, amit onnan szerzünk, nagyon nehéz megszűrni, és fontosnak tartom, hogy szakmai tanácsadón keresztül tudunk információhoz, biztos információhoz jutni. Harold Martina, aki itt van velünk most is, ő marketing és a social médiáért felelős, Vincs Andrea mentorunk, ezúttal is nagyon köszönöm a segítségét, és Balla Zita pedig a pénzügyi részre foglalkozik, illetve a könyvelésben segít. Ezen kívül ugye már jelenleg 11 szakmai tanácsadóval dolgozunk, alvászszakértő, dúla, anyakos, pszichológus, perinatális tanácsadó, hordozási tanácsadó, nevelési tanácsadó és gyógypedagógus is van már a csapatunkban, akiket már említettem, hogy erős szakmai tudással rendelkeznek. Úgyhogy ha bárkinek tetszik ez a startup ötlet, akkor várjuk a lájkokat, és köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen, Tünde, hogy itt voltál. Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés szintén. Sokakat érint a mindennapjaikban, és hát ugye az a jó hír, hogy működik. Up and running, alive and kicking, tehát a valóságban is igénybe vehetitek a szolgáltatást, és hogyha egyetértetek azzal, hogy ennek a szolgáltatásnak növekednie kell, akkor majd a tőkégyűjtő kampányukra is szavazatok, addig is nyomjatok nekik egy lájkot. Most megosztottam azt a képernyőt, ahol minden három lánygyűjtő kampányunk egyszerre látszik, a tőkeportálon a támogatás célú kampányok alatt találhatók, illetve van külön kis kártyájuk is, és hát bízom benne, hogy a csapatok aktívan fogják kommunikálni ezt a hétvégén keresztül, és pünköstkor legkésőbb mindenki ad nekik egy-egy szavazatot. És hát akkor erre fel is hívnám a figyelmet, hogy ilyen ötletkampányokat is lehet oly módon indítani a tőkeportálon, így módon indítani a tőkeportálon, majd meglátjuk, hogy milyen kereslet mutatkozik meg. Ez iránt minden esetre az utánpótlás természetesen szeretjük és nevelgetjük, úgyhogy igyekszünk mentorálni, inkubálni minden hozzánk bizalommal forduló potenciális, illetve jelenlegi startupert. Úgyhogy ma ilyen sok mindent fér bele a mai programba. Vigasztalásul mondom, hogy utólag is meg lehet nézni, tehát aki útközben már kilépett, mert vagy más dolga volt, vagy elvesztette a türelmét, az természetesen úgy is tudja, hogy utólag meg tudja nézni ezeket, úgyhogy jelentkezünk hamarosan az összefoglalóval, és két hét múlva ugyanitt újabb érdekességekkel a Tőkeportál kanapéján. Viszontlátásra, viszonthallásra!